Mi mondál a fegyverbunker, mert azért, mert Groove City-t csináltam egy képet ember, nem csináltam semmi rosszat. Nem az első is, kurvára nem tudom rosszat. Úristen, ez tele van papírral. Likóval megdumcisztam, azt mondta Likó, hogy szimát. Ki a faszom az a Likó? Azt mondta Likó, hogy lemehetek a Groove City-t-le. Maradjál meg fejbe, kicsit. Kurvára nem tudom, hogy ki az a Likó. Ott volt Manócka is. Itt leveszem ezt a kalapást. Tehát az ugye semmilyen kibaszott Likó nem lakik arra, viszont az a gáz, hogy még mellette a franciával megpróbáltatok behúzni a zsekák közé. Mi ez zekál közi ember? Jó kis alvó telefon. Te is megveszel, ha már nem sokkal. Ezért, szaros piclik vagytok, baszki. Mi ez piclik? Nem mondtam senkinek semmit ember. Most hívott francia. Leveszem az oldalra a restaurál, jó? Isz? Hát az a helyzet, hogyha megértem neki, hogy ő is meg lesz mindjárt. Kurvára nem érdekel, hogy mit akar mondani. Ja, szerinted amikor azért kibaszott francia odahívott, ahol vagytok, azt akkor oda megyünk azt azért 3-4 rendőrautó környéken. Na, egész fasz a kis rablást intéztek. Nem, mert nem mi hívtuk, a spanom elővett egy szukkelt. A spanom elővett egy szukkelt, és kihívta az egyik civil rendőr. Nem mi hívtuk ember. Az a baj, ticikém, hogy ez nem az első eset már, hogy bemászkálsz a Google-ra, és kurvára jó, bocánat, nem tanulsz. Bocánat. Kurvára nem tanulsz a dolgokból. A másik dolog, telefonon fenyegetőzöm. Te szék, a francia mondta, hogy ezt mondjam? Ki a fasznak képzelt? Vegyétek már le. Ne vedd le, nem kell. Nem szívesen. A francia mondta, hogy ezt mondjam, érteni nem... Jó, levágom róla azt a cuccat. A bocánat? Igen. Szóval ezek vermegeci. Júj. Köci. Ezt el kell engedni. Mindjárt kiderül, várod, hogy mi a helyzet? Csak fütyi. Kis fütyike. Ja, de kurvára az a írja, rólatok a városba, hogy szaros kis piclik vagytok, érted? De nem vagyunk spiclik. Azért, mert a nevelő útelom lentől, attól még nem vagyunk spiclik. Én nem vagyok spicli. Eskü. Ja, de kurvára azt beszélik, hogy köpködtük a zsakát. Hogy is volt az a fenyegetőzés egyébként? Melyik, mert nem emlékszem rá. Ja, hagytam püsfa. Au! Itt sikerül emlékezni. Au, nem sikerül így. Kérdezem újra. Még egyszer. Ezt a szólt. Hogy volt az a fenyegetőzés? Melyik fenyegetőzés? De amikor felhívtál és elkezdtél fenyegetni, hogy szét lesz verve a seggem, mert meg fog kúrni francia. Nem a francia. Ilyenek. Ez kicsit fájt. A francia mondta, hogy ezt mondjad, hogy kijöttél a börtön, és szét van kulva a szeged, és ő még jobban szétkulja. Ezt mondta, érted? Au! Au! Ja, figyelj már, emlékszel, amit a gymbe föltöltött, azt a képet vágod. Ú, bazzik, tényleg. Tényleg, ez. Au! A francba. Ja, de mondtam, hogy boci, au! Nagyon elősz vagy. De az a baj, hogy itt egy bocsi már nem lesz elég, kurvára. Értem, akkor mit csináljak? Nem biztos, hogy tudsz itt már csinálni valamit is. A spanod lassan meg lesz, vágod, mindjárt megmondják, hova megy. És megyek érte. Elkapják franciát. Elkapják. Az a baj, hogy a spanod szerintem rosszabbul jár, érted? Te lehet, hogy elfelejtesz minket, de őt meg elföldeljük a gecibe. De ne báncátok, mert a bunker normális vagy. Ja, mert szólná hozzá, hogyha darabokba kapnád vissza a spanodat. Teszik, Manocka balátunk, ti balátotok. Mindig kapná egy kis franciát, érted? Ja, minden nap egy MPD és vinné kis csomagokba. Az a helyzet, kurvára nincs itt francia. Vagy micsoda Manocka, érted, hogy megvédjen benneteket. Hát de nem akartunk mi losszat, és Spitzlix-e vagyunk ember. Oh. Attól még, attól még rossz helyen volt, nem? De hányszor mondtuk már, hogy kurvára ne menj be a Google-ra? Hát de nem is ott laktuk, a bébi dzókelék laknak ott meg Likóék. Már ez jó vicc van. Ja, elég el vagy tévedve, faszikám. Kurvára el vagy tévedve, kurvára mi lakunk ott a Google-on. Maradjunk annyiba, hogy ki vannak lakoltatva onnan. Ja, de nem akartak elköltözni, aztán amikor rájuk gyulladt a ház, akkor meggondolták, vágod, de ez ilyen füstbe ment el volt, vágod. Ó, a picába. Én ezt kúlva nem tudtam, én leszementem volna, érted? Egyébként király a Verdát, majd egyszer kölcsön adhatnád. Melyik Verda? Azt onnan szedted, hát amivel nyomtál egy fotót. Melyik Verda? Milyen Verda az, nézze már valaki vissza.
Figyelj, befejezzük először a piciával a dolgot, utána elrendezzük veled is. Ja, a fehér hammer. Nem tárgyalunk, mert el fogunk kapni. Ennyi az egész. Majd lerendezzük picit először, utána téged is. Nem lehet, hogy elkérted és adottál. Hát csak mondom, hogy keresünk, nem. Keresünk, haver. Nyugodjál meg. Azt szóltam. Meg fogjuk beszélni, majd akkor kapunk el, amikor mi úgy látjuk jónak. Nem amikor olyan odahívod a zsikákat magad mellé. Kifigyeltek. Nem esik. Geci. Úgyhogy ez van, haver. Majd amikor nem számítasz rá. Te kurvára meg fogod ütni a bokát, haver. Tehát ezt nem fogod megúszni, hogy megfenyegettél. A mercet elvisz. De azt csinálok, amit én akarok, haver. Nem parancsolom ezt nekem. Hallod? Joker maszkba, gyere már velem. Szóval igen. Mi az, amit felajánlasz, hogy eljöjjünk? Mit szeretnél? Mit szeretnél? Hát nekem van egy ötletem már. Lemek? Csak hátat tudok. Ja, az az én verdám. Te szék? Na, hátat tudsz még rátenni egy lapáttal. Jó, Lemek, bármi, persze. Figyelj, van nekem egy kis problémám egy fickóval, meg egy csajjal. Egy cávó, ez egy caj, igen, folyt azt. Holnap este 9-ig megszerzel egy csajtól egy dolgot, de úgy, hogy a fickó kurvára nem fog róla tudni semmit. Lehetne szombaton killek. Jó. Jó, igen, megszerzem a cajtól, mit isz? De a bugyiját. Nincs a mi. Jó, picába, egy szajszílól egy... Megszerzem, új bugyi vagy használt? Te használtad, érted? Meg legyen beleímezve, kurvára neve. Tehát nem érde, ha megtudom, hogy másról veszed le, vagy elmész a boltba és veszel egyet, vagy kölcsönkérsz anyától egyet, vagy akármi, tudja, hogy ki csinálnak. Ezt veheted életveszélyes fenyegetésnek. Ja, mondjuk grátisban mutatott, és hozhatná egyet amúgy. Az nekem is jó lenne, azt el lehetne intézni. Légen szagolgatom a kis putyját, egyszer felé ott magához, érted? Nem kell a buterodé, nekem egy másik csaj. Jó, és szóval hívják a cajt, hol találom meg? Juanita neve, Varodába dolgozik el, mert ő a főnök ott. Hú, ez nagy baj. A Varodába és... Vágod, hogy mi lesz, ha nem jön össze. Ez nagy baj. Mondom, hogy a Varodában dolgozik, ő árulgatja ott a cuccokat, meg hirdetget, meg minden. Juanita neve. Húha. Milyen színű a kis haja? Szőke. Ó, az nagy baj. És ő nem olosz? Nem olosz. Egyáltalán nem olosz. Ja, Juanita Escobar faszikám, gymbe dolgozott még régebben. Tudja, találkoztam el. Juanita. Ja, most ügyvédkedik a csaj. Vicc, haj, én szokol az ő bugyját, ezt ellabolom, és leveszem róla a bugyit. Azt kurva, nem jó. Kurvára legyen belehímezve, érted, a neve bugyiba, érted. Jó, szóval hogy legyen? Olyan bugyit hol szerintem, ami bele van hímezve a neve? Biztos, hogy olyat hord. 100%. Hát minden csak ilyet hord, mi saját nevem. Tehát azért mondom, ha átbaszol, tehát, hogy veszel a boltba, vagy anyától kérsz egyet, vagy akármi, tudti, hogy kinyír. Nem kulok át ebben. Ez kibaszottul az utolsó esélyed. De pillanat. Ja, kis szörös faszodat beletoljuk a szádba, vágon. Na, a gyerek megvan, nem ezt még keressük. Bunkkel ugolj le egyet! Hú. Figyelj már, nagy rendező van a lába. Ne bántszátok már Florenciát, fogyatékos, visszamaladott. Ja, ezért, akkor faszé hagyod, hogy ugasson, érted? Hát, ne bántszátok, vagy maximum egy kis pofonka és ennyi. Szombatlan megvan a cajszi bugyia és akkor kitiszkál kell lesz, nem? Bunkereckét? Ja, hallottad, addig van időd rá, addig van időd rá, érted? De kit kell esznem? Ja, a Juanita Escobart vágod. Kicsodát? A Juanita Escobar, ez ő comója kell, érted?
Tudom, Juanita és valóda, de kit kell, megvan a pogyi, kit kell esznem? Ja, már egyszerű. No, odajössz a groove-hoz, azt addig vársz, amíg nem jön valaki, érted? De nem mehetsz be. Kurvára nem mész be. Csak a kurvára ott, ott a, de a bejáratánál, érted? Jó, levek, a benzinkút az jó? Jó. Ja. Jó, király. De az a helyzet, hogy te ennyivel megúszod. Tehát, hogyha ezt megteszed szombat este 9-ig, akkor megúszod. Jó, ha szuper. Nem, akkor kicsinálunk téged is, mint a franciát. A franciát ki fogjuk csinálni. De ne csinálj neki bunkert, ne bánszod már. Kurvára kicsinálj, kurvára nem tűröm el, hogy meg ja, meg a kis ezért. Csak vedd meg a ha már haverodat is el fogjuk intézni, nem, nem vonja ki magát, érted? Disznok már úgyis éhes. Ja, mert most azt is tudjuk nagyon jól, kurvára ezért. A mimikével keres a francia téged. Ergo minket. Még ezt kurvára nem csipázzuk, vágod? Jó, akkor adjátok egy telcét és szólok, hogy semmi probléma, érted? A francia meg kapja neki szvelészt, nem báncátok már. Nem kell szólni, hozzák már a franciát. Ja, már mindjárt itt lesznek. Ne báncátok, kérlek, mert fogyatékos, hogy nem komolyan gondolja most. Megcsináljuk minden bocánatot és kiéltem. Ja, se gondoltam komolyan, hogy majd itt zsekákat a nyakunkba zúdítja meg a többi, igaz? De nem ő hívta a lendülőket a spanom elővet és fegyvert, és láhívta az igolzeka. Ja, azt akkor azért voltak ott a zsekák egész addig, amíg nem sikerült intézni, hogy a rablást így eltűnjön. De várjál, szóval nem vagy spiszli, de mégis az igolzsekával haverkodsz? Nem, csak ő is ott volt embel. Ja, persze, azért figyelték három helyről, hogy ezért ott dumáztak meg, mit tudom én. Nem figyelték, eskü. Ja, szerinted nem találtuk meg az Intercept. Manónak, viszont Manónak szerint... Itt van kicsi, érted? Ja, baszki, milyen véletlen haver. Hú, ez baj. Azt mondom, hogy itt van a span. Itt van Kukke is. Kéne szállni. Ja, hogy a Kukker? Nem tudtam, maradj ugye. Kurvára tedd el a telefont. Várjál, el van véve, csak leragadtak ezért valami. Nincs nem telefon. Jó, de van egy rádiód itt az oldaladnál, azt elhozom. De telefon nincs nálam. Persze, nyugi. Jó. Szállítsátok vissza a kocsiba. Őt visszük, a picit itt hagyjuk. Jó vagy, Tici? Jó vagyok, mondtam, hogy ne bánconok. Ja, kéli egy bocánatot. Te ott maradsz. Kéli egy bocánatot. És... Rakjátok vissza a kocsiba, menjünk el innen. Nehogy valaki meginfózott vagy valami. De csapjon. Senki ne csapjál le, mert... Nem csapod le, emlékezzel. Ne, persze. Ne bánszad bunkel, a manóckának is a balátja, és mi is szeretjük manóckát. Ne bánsz, nem érdekel, kurvára nem tűröm el, ha életveszélyesen megfenyegetnek. Jó, de ő most nem direkt mondta, érted, csak fogyatékos szágból. Nagy fáj van telcibe. De akkor te is ugyanilyen fogyatékos vagy? Én is fogyatékos vagyok, teljesen. Ebben mondjuk nem hazudsz. Majd meglátjuk, mi lesz. Ne bánszátok, kérlek. Na, te szóval oda. Valóda Natasza. Sziszeverik. Ki az a csajsz? Kicsőre. Nem tudom, itt valami vadaság van. Az a baj, nem szólhatok a rendőröknek se. Csak te. Ezt a szeggetekbe! Halló? Csáll, minden rendben. Itt vagy a taxitársaságnál, illetve mi jössz? Igen, de engem meg majdnem szarrá lőnek. Itt vagy a lózaszín kocival a taxitársaságnál? Majdnem, igen. Ó, picába, akkor lád lőtek Uzival? Igen. Ó, picába, jó, gyere, itt vagyok. Ne kövessd őket. Jó. Okés. Gyertek. Roma, Leo nem jött, francia. Szóval, majd mindjárt megnézzük. Hú, az baj. És miért hívta a rendőröket? Hol vagy? Mi hívtad a rendőröket? Normális vagy? Nem hívtam, Herkülben. Ő elszólt a rendőrkocit? Nem, hanem... Ugye lecsukták és hozta az egyik rendőr. Ah, francba, jó lemek. Nincs kocink. Látlak. Na, fűkoláz. Menjünk fűkoláz, jó mondom? De franciát is elrabolták. Elrabolták, igen, és remélem nem nyílják ki, nem...
De téged mit csináltak? Könyönögtem bunkel, megveltek is. Valami Natasszának a budját el kellett szólnom, aki a valodában dolgozik, sőt ő ott a főnök, és el kell kérnem a használt budját, és akkor megúszunk. Lancia meg illetveszélyesen fengette Bunkert, és Bunker azt mondta, hogy ezt nem fogja hagyni, ilyesmi. Micsoda? Életveszélyesen fenyegette Bunkert, ki fogja nyílni, és Bunker ele belágott, érted? Úristen. De akkor rám miért lőnek? Azért, mert mondta, hogy a kis köcög, balátod, ne avatkozom bele, én ne kövesszenek ilyesmi, azért lőttek. Ott a bolszím. Fú. Úristen. Figyelj. Te szék. Jól vagy? Minden okész? Minden lemek. Na figyelj. Mi történt? Ezt beszéljük meg azt. Mi történt? Azt történt, hogy Flanc életveszélyesen fenyegeti Bunkert, és Bunkert nem fogja hagyni ezt, mert gangszel. És vannak gangszel balátai, engem megveltek egy kicsit, viszont szombaton este 9-ig egy Natasza nevű cajszínnak a budját el kell hoznom Bunkernak, aki a valódában főnök is ott is dolgozik. Okész. Tehát akkor most minden okész. Minden okész. Na figyelj. Bocsánatot kértem, könyörögtem, hogy Bunker ne nyílja ki Flanciát. Értem. Na figyelj, ez egy nagyon kedves lendől, érted, mire gondolok? És? És vissza tudnánk kapni a fegyvert. Figyelj, annyi lenne a dolog, hogy be kéne menni a lendőrségre, és csinálnotok együtt egy képet, hogy megmentette az életedet, ennyi lenne az egész. Te normális, hogy Bunker ki fog nyílni, szalom lesz a kurva a fegyvert. De figyelj. Nem, kurvala nem leszalom. Ki fog nyílni Bunkel? Miért nyílna ki? Ki fog nyílni, majd szerzünk másikat. Jó, okész. Akkor személyiség, okész. Csak ez hogy nagyon... Viccával. Ez nagyon fogható ez a lendőr. Sok minden basznod, ha segítene. Szavasz, Cici, rég láttak bíróságot. Személyiség. Ciao. Nem jó, Herkulesz, ez nem jó. Okész, akkor... Mondd meg neki, hogy biztos nem, majd le van szalva. Ki fog nyílni Bunkel, érted? Okész, lendítszek, akkor elintézem. Elengedett, érted? Picsába. Mit csináltál? Hát... A Clove Street-en fényképezkedtem, és ott nem laknak ott likóék, hanem ők laknak ott, és kinyílták likóékat, meg ilyesmi. Hát én kurvára nem tudtam, Embel. A Embel mászik. Mindenki erről beszél, érted? Hát én kurvára nem tudtam, érted? A mászik, meg ugye, hogy valami... ki kell delíteni azt, hogy egy Natasza nevezetű cajszínak használt bugyját, ő lólam, bele van hímezve a kis bugyja, hogy a picába szerzem, meg szombat ezt a 9-ig, aki a vallodába dolgozik. Hát hozzuk én neked, hogy 20 használt bugyit, érted? De ki fog nyílni, hanem a Nataszának a bugyját azom elé, érted? Ezt szóval tudja meg, érted? Nem kockáztatok, az kell, muszáj. Ezt hogy akarod megszerezni, hát, érted? Bedlogozzuk. Figyelj már, vagy mondd meg neki, hogy megveszed tőle a bugyát egy ezresért, mert hogy élet veszélyesen megfenyegettek, azt az rajta múlik, hogy élsz-e vagy halsz, az csak odaadja. Szerintem is egyenes szék. Itt kell itt izé dolgozgatni, meg ilyenek. Ha be akarsz dolgozni valakit, itt vagyok én, érted? Téged nem, hiszem, tényleg, hogy vannak a szebeid? Milyen sebeim? Múltkor találkoztunk a kolházba, és szóval mi az, hogy hallottam? Megszurkáltam. Minden hányszor szurkáltak már meg, többször szúrtak meg, mint hány ujjammal. Kicsit szarul érzem magam. Na mi a gond? Mimi! Mimi! Jól vagy? Istenem, hívok mentőt. Dörzsöd meg a lábak közé. Kicsit fáj a kezem. Várjatok már. Meglőttek? Van egy lőtsebet? Lehet, hogy van egy golyó bennem, bassza meg. Fote leíl malá. Mi? Istenem. Leíl egy kicsit. Lehelj rá a te barátod. Áó. Dörzsöd meg a hegyét, akkor lehet a vérkeringés máshol jut, azt nem fog elvérezni, érted? Szívogassza meg a falkát! Ha nem... Szívogassz meg te! Kéne, szerintem kórházba kéne menni. Most a barátod, én nem teszel meg ennyit. Hívtam mentőcskét. De be tudunk menni, nem kellett volna hívni. Azt hittem rosszabbul benyelni. Hát, még rosszabbul lehet, érted? Azért folyik a vér, de várjál már. Ülj már le, mi jobban folyik a vélet. Hol vagy? Nem cál, semmi bajom, mi a szájsze? Hol vagy? Kiraboltál és hol van Francia? Ki kilabolt ki kiszodát? De nagy baj lesz. Téged kirabolt el. Hát engem ilyen emberek lóz a színluába.
Jó, oké, maradj ott a publikba, jó? Honnan tudod, hogy itt vagyok? Mindenről tudok, maradj ott, jó? Ott van Igor, ott van Igor, jaj, de tudja! El nem merjél menni. Persze. Jó, köszönöm, szia. El kéne húzni a mérbe. Mi legyen? Elmenjek, el kéne menni gyorsban, szokjuk az adni rózsaszín ruha. Csöves fater. Baszki. Költői kérdés volt, gyerekek, költői kérdés. Figyelj már, ma jön lőnész, azt kell mondani, hogy lózaszín luhász. Emberek laboltak-e, lózaszín luhászak. Fellalli van. Erre volt valaki? Yes. Már mondtam, hogy elaboltak, mert tud Lolla. Falka. Ja. Lózaszín luhász emberek. Mondd azt még mindenki, kis puci, addig piszileg. Jó. Valami problémák lesznek. Valami karavány. De jó volt, Nica. Azt a minden segít neki. Jó, hát kicsi pöse van, uram. Még egy ilyen köszönérem sértést megláttunk, olyat rámakogunk ott a fügykösére. Jó, gyere be velünk. Szék, nem gyere akarok bemenni, egész nap veled vagyok iszerem. Én úgynek menjek. Mert a fiad nem jön nélküled. Ja. Szuper, ülj be ide, légy szíves hozzájuk, jó? Itt az egész család. Visszamenj? Na, megvertek. Majd kívjuk a mentőzt. Majd megvertek. Megvertek azok a lózaszín luhászok. Rózsaszín. Na jó, a Porsche megvan, azt még nem vitték el. Kinek kell az Tiberiuszt? Az a Porsche. Az kinek nem? Világos. Én azt mondtam, hogy a rendőrautó belőle jobban bűzik, mint a hajléktalan kabátja. Köszi. Nincs mit. Figyelj már, Ethan. Mondd, tesó. Mit csinált a kisgyerek? Elvileg ő most semmit. Vele csináltak valamit. Mindjárt itt intézzük. Megújjaszták, vagy? Csak nem. Reméljük. Köszik! Na mindjárt tudjuk. Elnézést azért mertem megkérdezni, mert ilyen feszülős nadrág van rajta. High beast, jó volt. Paprika bácsi. Na gyere, bemegyünk egy kihallgatóba, jó? De nem az én mellyzé, csak hogy tudod. Na, mozogjon már. Hagyjál már békén. És azt hiszem, Muterod elég mérges. Kurva mérges, mert még szaladhatunk is, mert 150 euróért visz a kolégát. Tícia, legyen rossz. Na gyere. Na mi történt, Tícia? El kéne indítani a hangfeltárt meg a mindent. Bemegy persze, elindítom, szétfejlem a monitort. Na. De szék, ez most már van indulva, csak kérdezem. Hol van apukád? A fingom szint. Hát beült a kocsiba. Jött mögöttem én, fingom szint. Konollal jöttünk le, és azt mondta, hogy mi az, megújasszak, ilyesmi. Na, ez jó. Csak egy kérdés volt. Na mindegy, a lényeg, oké. Okay. Mi történt? Azt történt, jöttem a Cövesz fatelommal, jött egy melcisz, kért egy cigit. Ilyen Mercedes volt, ilyen balna. Milyen típus, oké, okay, Mercedes mi? Ilyen nagyon új, ilyen kimegyek. Nagyon drága. Ja. Nagyon drága. Pontos ilyen típus, nem tudod mondani? Nagyon jó, hát egy barna, merci. Nagyon drága barna merci, oké. Okay. Brabusz? Tüzet kérd, hogy mit kérdés? Ide. Aha, igen, léci, köszönöm. Brabusz merci volt, vagy Mercedes jel volt rajta? Hát ilyen barna, drága Mercedes volt, ilyen barna színű és drága merci jelen. De rajta volt a merci logó? A fingom színc. Rendszám esetleg nem jut eszébe. Nem tudok olvasni. Hát jó, nem tudom olvasni. Jó, na probléma. Igen, menjünk tovább, hát mit kért? Tüzet kért, vagy cigit, vagy mit kért? A merci? Cigit kért, és... Cigit, oké. Okay. Fingoszínc fatel dumázott vele. Elindultunk, és kilőtték a kelekünket. Kivel dumáztam én? Hát azzal a balna melcisszel, akik cigit kértek. Minek lőtték ki a kerekét? Na most...
Miről beszélsz, Tiziane? Hát, most labankul ellabolta, kilőtték a kelekedet a blabusznál. Nekem nem lőtték ki a kelekemet. Ez hülye geci. Most akkor döntsük el. Most ezt most mit mondjak? Ticia? Te szék? Most akkor kilőtték a kereket, vagy sem? Most nem a tegnapi filmet kérdezitek? Most... Mi van? Miről beszél maga? Az, hogy arról van szó, nem, hogy nem ma érdekel, elraboltak, filmet nem? Filmet néztél meg tegnap. Ma elraboltak. Téged ma elraboltak, jó vagy Tizián? Elraboltak, persze. Na erről szeretném ma mesélni. Ja, azt hittem a tegnapi film kedvenc lész. Leszarom, mit néztél, ne haragudj. Ó, jó, értem. Elraboltak. Nagyszerű. Hogyan? Mi? Autó? Ember? Hogyan nézett ki? Honnan? Mivel? Miért? Ó, értem. Egy ilyen melci volt, ilyen aranyszínű. Na ez most arany. Oké. Okay. Rendszámtöredék vagy rendszám? Nem volt összetűlve a rendszám. Jó. A rendszámból pár betű vagy szám megmaradt? Megjegyezted? Semmi. Az jó. Lehet ide valami üdítőt rendelni, mert ezek szomorosan lehet. Ez nem egy hotel, ne haragudjon. De valaki biztos tud adni. Majd. Akkor nem hívok ide pizzást. Megköszönjük. Jó, tehát arany merci. Hogy milyen merci? Javítok, bocsánat, a francia. Francia. Na? Új típus? Őt is meg kell keresni. Semmi, most koncentrálj Ticia a kérdésekre, jó? Tehát régi merci, új merci, milyen merci? Ez ilyen nagyon új merci volt, ilyen terepjárósz. Terepjáró? Tehát rajta volt a merci logó, vagy nem? Rajta volt. Rajta volt, oké. Okay. Mi történt? Hogy raboltak el? Mi volt a történet? Pozitív. Ketten is itt vagyunk, hallgatjuk ki a kisrácot. Miért mondja, hogy kisgyelek, kislátsz? Mondd nevem, ember. Ticia, rám koncentráljon. Tehát, igen. Hallgatom. Ticia. És ő... Nem utogasson, kérem. Nem neked mutogattam. Köszönöm, György uram. Tehát, Ticia, hogyan raboltak-e, kérlek szépen, hogy tudjunk haladni, hogy segítsünk, oké? Persze, okay? persze. Nagyszerű, király. Szétáltam és alla lettem figyelmez, hogy este van már. Oké. Okay. Tessék. És mondom, elmegyek a fogyizóba, vagy hívok taxit, mert ugye már nincs jogszín, nem vezetek jogszín nélkül. És odalépett hozzám egy cávó. Durrantott falokkal. Durrantott farokkal. Olyan kabátja volt, mint a fatelnak. Csak ilyen... És látszott, hogy félkemény a pöcse? És ilyen spoltgatya volt rajta, a spoltpapucba. Oké. Okay. Ilyen szülke, és ilyen Adidas papucs. Ez egy szatír volt. Ilyen Adidas, fekete Adidas papucs. De ugye ez nem valami velés lesz, Jöribe. Jó, nem. Most komolyan elmondta itt a fatelának a ruházatát. Ja, azt lehet, hogy te voltál az fatel. Hát, te normális vagy Ticia! Akkor most föltözök egy napot. Be van itt kapcsolva most a fénykép meg a hangrőzés. Igen, uram. Igen. Ticia, akkor most föltözök egy kérdést, és erre kérlek exaktó válaszolj. Fok, te viccelődész! Jó vicc volt, nem? Ticia, kérlek szépen, figyelj a rendőr úr, jó? Szeretnéd, hogy segítsünk? Vagy szeretném. Telepjáló, alany telepjáló, szétálltam, és egyelőre még a Ticia. Tudom, hogy ezte volt, ezte volt. Adép anyájak mellett, hé. Szétálltam. Oké. Most mellé? Melléd, értem. Mi van? Na, szétálltam igen. Egy ilyen alanyszínű balnász, Mercedes, és kim volt az a cávónak a karja, és a 50 Cent-től hallgatta az egyik ilyen légi számot, és mondom, mi van köcög, Töveszkoból, mondom, mit nézel, mondom, a falkam, kelembel, tudod, lazán érted? Mondja, hogy jó van, testvér. Na, testvér, szép jó napot, Vladimir Szaszanovics vagyok, jelvényszám 537, Ticia, próbáljunk meg normálisan összeszedetten gondolkozni, milyen mozgó voltak az elkövetők? Igen, az egyik ilyen kis szöllősz. Igen? Szöllősz, a másikon egy szegjuk, egy időszbászi szegge. Értem. Hol történt ez az egész? Honnan raboltak el? Van baj. A
Labusz vele a kolász mögött. Jó. Veled volt a francia is akkor, igaz? Nem volt velem. Nem volt veled? Milyen autóval raboltak el? Opellal. Opellal? Milyen Opellal? Előbb még... Hát az a Merci Opel, én előbb nem tudom a kócikat, ember. Merci Opel? Én nem buta ismerem a gyerek, kócikat. Buta a gyerek, nem mondja, a színeket sem ismeri. Jó, akkor hogy nézed mondjuk, ki? Hogy ismerni, mikor egy rendőrnő neveli, érted? Na-na. Tehát, hogy nézed ki az autón lévő márkajelzés? Hogy nézed ki? Mint egy gyümölcsöstál. Mint egy gyümölcsöstál. Sok gyümölcsöstál egymás mellett? Kicsi? Nem, egy gyümölcsös szaké... tál. Nem, nem. Egy gyümölcsös tál, csak nem átlátszó, hanem ilyen cíkosz. Kicsi, ha nem beszélsz normálisan, úgy, hogy értsük, akkor nem tudunk segíteni. Te én normálisan beszélek ember, de most, ha itt baszogatsz, most ezzel nem tudok mit csinálni. Hát nem ismerem a kocikat. Tál, hát mit basz, de... zöldséges autóval vitték el, mivel? Hát ilyen nagyjal, ilyen dobozósz. Na, hát már akkor ezzel... Vító! Oh, vagy Vító. Vagy ez a... vagy a Sprinter. De Vító az a fehér autó, ne? Petícia, nem egy olyan autó volt, aminek dobozos volt az autó, és ilyen csillag volt az eleje, a három ágú csillag. Csillag. Tehát na, egy akkor egy Mercedes Sprinterről beszélünk. Egy G-Wag. Valószínű, nem? Az biztos. Ilyen aranyszínű balnász. Aranyszínű balnás G-Wag. Több mint valószínű. Ilyen nagy kocka a formája volt, vagy kerekített volt? Kockász, hosszú. Akkor az nem zsíve. Az egy sprinter lesz akkor, egy tényleg. Barnás! Itt lehet a hajnál. Szopatom őket keszi. A rendőrre gyújtott, én nem gyújthatok rá? Nem. Szóval... igen, elvitte. Jó. Elkövetőne. Te szék? Milyen ruhában volt a csávó, aki a fejedhez nyomta a Stuckert? Lózaszín. Igyekszem úgy fogalmazni. Fehér lózaszín. De nem is ismered a színeket. De ismerem a színeket, csak mindig köszökösködnek. Ilyen izompuló volt rajta, és az egyik vállán az volt egy kis kaca tetoválás, amit éppen kult egy kis kutya. Jó, és akkor Bunkerhez mi között van? Csak kérdezem. Nekem Bunkerhez semmi. Igen. Elvileg ő rabolt el téged. Úgyhogy akkor most már szedd össze magadat, aztán mondd el az igazságot, jó? Hát ez hülyeszék, engem nem labolt el a Bunkel. Azt hallottam két a Szitlől, nagyon szokott ült. De nekem semmi közöm Bunkelhez. A Bunkel szerintem azóta már nem gangsterkedik, érted, mióta kijött a Szitlől, mert azt mondják, hogy felül befúj a szél, alul meg kifúj, érted? Uh-huh. Még az orkán is kijön ott alul. Csak a szél. Persze. Mit kérdezett, aki elrabolt? Azt kérdezte, hogy... valamit is kérdezett? Azok erre nem mondtad. Az előbb azt mondtad, hogy van-e... valami cigarettát kért, nem azt mondtad? Cigit kért, Elvitis... az a tegnapi filmből volt. Elvitis mondta, ott voltak pálan, ilyen lózaszín hófehér luha. Egyiken volt egy papuc, egy ilyen krokodilosz papuc. Nekem is van eredeti. Az is eredeti volt, érdekes. Hú, ezt olyan józanul nem lehet bírni. Eljönne velem, szaszok érem. Persze. Köszönöm. Mit kérdezett a csávó? Azt kérdezte vagy csaj, vagy több minél. Cávó, és mondom, nagyon fontos, írják fel, egy kaca volt a vállán, amit éppen kult egy kutya. Jó, mit kérdezett? Azt kérdezte a cávó, hogy ki a falkam vagyok. És akkor mondtam neki... erre te mit mondtál? Hogy mondom, mi van a Cöveszkóból... mit csinálsz, hotel? Semmit, hé. Beállt. Elnézést csak rá. Én mentem, beszarok amúgy. Az meg, igen, a rádió. Mondom, semmi köcög. És ő lekult egyet, én meg összeesztem. Kereszték franciát, hogy ismerem a franciát. Mondom, persze, a spanom. És hogy beszélek róla. Hát mondom, kicsit büdös. Lávágtam a lábál a kalapáccal. Nagy színpad? A fingom színzik, hol van a színház ember? Ja, az, jó, az igen. Hívtál? Nem is hívtál? Ott voltál? Három, ja, 3 órával ezelőtt, basz meg. Mondjuk ott kettő voltál, biztos? Van, és... te szék? Biztos, hogy ott voltál? Biztos. Oké. Okay. Tehát egy rózsaszín színű... ...huás csávó, ugye?
póloz, a színfehér, újatlan póloz, okay. Mászik kapuszis póloz, yeah. Fegyverek, koronás fegyverek. Milyen típusú fegyver? Yeah. Nem vagyok fegyverkeleszkedő. Pisztoly? Vagy... Tech 9, Uzi, Desert Eagle, ilyesmi. Azt kell, vagy fegyverkereskedő, elég ott tudod a fegyvereket. I'm a Spectrum TV, Spectrum. Aha. Box a Discovery, yeah. De mindegy, igen. Mindegy. Jó. Megvertek is, ennyi. Mit keresd? Én meg kilaboltam. Nem piszíltem be, ember. Nem. Mondom, húgyoztál. Nem behúgyoztál, hanem húgyoztál. Piszíltem, igen, ész. Hogy kerültél oda, arra emlékszel? Hogy kerültem, hova is? Fő publikba. A fő garázs. Jöttéltem, Mimi. Elvették a TEL cím, elvették... hát én pár cuccos. Au, volt el, normális, hogy megint be vagy állva, ember. Be vagy... Azt hittem, ott volt egy manó, érted. Be vagy lúgva? Istenem. Jó, van-e még bármi, amit el szeretném mondani? Ami fontos lehet. Fontos. Fontos. Ne legyen ma olyan, mint a francia barátja, egyszer elég elmondani. Fontos. Nekem mindegy, milyen... Hát most nem teszem a szemmi. Most nem. Jó, akkor egy pillanat türelme. Össze-vissza hazudtunk, geci. Most... Muszáj, ezt nem szabad elbaszni. Itt szerintem ezt próbáld még egyszer. Nagyszerű. Röni, itt vagy vételen, tiszi elég sok mindent elmondott, bent tartsuk, mi legyen? Bent tartsuk, miért tartsák bent? További beszélgetésre. Hívd már fel a Rönét, létszik, Honor. Mert... Nekem úgy sem veszi fel a telefont, úgyhogy... Hát, megadják a számát, én felhívom. Szerintem magának se fogja fölvenni. Betört a telefonom képernyő, és kurvára fehér az egész, érted? Igen, szúnyál egyet. Mert sok meló. Nem látsz hát ez biztos, naponta 30 óra. Teszik. Ja. Meg 24 óra. Kialgatász van. Ja, jó. Mindjárt megadom, ki hívva? Megnézem itt a 100-ost a földön. Micsoda? Valaki... Bevarták a lőtsebemet. Ja, jó, király. Halló? Itt vagyunk a lendőrszigen franciát, várjuk a fingoszincs, mi a franciát? Most van? Nem tudtam felhívni. Minden... Persze, minden rendben van. Nem, igen. Nem, hogy semmi baja nincs. Hát ja, én is bízom benne. Nagyon féltem. Ja, a francba. Itt vagyunk kialkatász. Fingoszincs, mi történik? Mimi? Herkulesz? Éppen cikizik, aztán mindjárt... Én holnap nem veszek szolgálatban, az a helyzet. A de egy 10 percet tudnak beszélni. Hello. Jó, akkor nem sokáig kimegyek, jó? Jó. Rendben, köszönöm. Lent vagyunk a kihallgatóban. Ne köp! Miért a rendőrség... Szólj, ha... Kim vagy a rendőrség előtt. Jó? Szia. Hello. Mi az, hogy ne köpj? Ki ne köpjön? A barátnőm írt, hogy... Mondj, akkor hogy kulunk ezt? Hogy most akkor köpködél, szólom... Ne köpjön. Picia. Jó, teszik. Ne nézd már madárna. Ember, mi között van a szexualitásom? A szexi életem? A szexualitás. Elbóltak és elbóltatok a fogadat. Szóval beszéltem, hogy ne köpjön, hogy nincsketlen a szájért. Aha. Jó. Rendben. Pillanat, még az édesanyádat meg lehet a... Na jó, ombuterodat. A fejükre volt tekelve. René, Tíciát még itt sem, vagy ne? Igen. Na jön a muterod, és akkor mondja, hogy mi a történet. Egészségedet. Fogalmam sincs, nem tudom. Megszült Lumpinácos, hmmm. Nem, mekkora jött össze. Van egy ücit? Nem, iskolába vittük ma ticit. Nincs. Ott volt René is, meg Igo is. Semmit nem csináltam. Egész nap az iskolába voltunk. Mehetek már akkor? Mindjárt jön a muterod, és majd megmondja. Ne. Nem igazán. Átadom neked. Jó, nagyjából elmondod, de hát ezzel sehova nem megyünk ott biztosan. Majd akkor Danko Gusztáv úr majd kihallgatja, jó? Még egyszer. Menj egy kicsit hátrébb légy. Amúgy beszélnek. Tícia? Te szék. Mi a helyzet? Azt semmi. Meg...
Mi megkerestük a franciát. Yes, megtaláltuk, és minket majdnem megöltek. Lönni, lehet egy kildészem? Igen. Az a kildészem, hogyha 20 millió egyszer, az nekem egy ilyen kurva szalücét, attól még kurva nem fogom szeretni. Miért nem figyelsz rám egy kicsit? Nincsen más ücsim, és ne kiabáljál. Ne szom, vagy megiszod, vagy szomjan halsz. Nem szerzek, figyeld meg. Teszik, hozzá mászt. Nem azt miért vágta hozzám? Azért, mert te voltál legközelebb. Ja, jó. Na Tícaj, mi a helyzet? Mit tud ezekről az elrablókról? Már most már személyes ügyként tekintem ezt a dolgot, mert rám lőttek. Éppen, hogy megúsztam. Mi a helyzet? Mi történt veled? Kit kell lelőni? Hát majdnem engem lőttek le. Köszönöd meg azon, hogy felveszed el majd holnap után. Na? Jól vagy? Na, megy jó. Nem találtak előni, ők nem tudtak szerencsére. Miért voltak el a franciák? Azt tudom. Honnan a pizzámat tudja meg bel? Tessék. Benne vagytok valami rosszban, vagy mi a helyzet? Én nem vagyok benne semmiben, engem megveltek, kilaboltak, hiszen... Kire küldtek be, azt mondták, hogy a második ajtó. Hát egy ilyen lózaszín fehér luhász emberek. És francia benne van valamiben? A francia semmi. És ő is azt fogja mondani? Biztos, én honnan tudom, honnan a pizzából tudja, miben van benne a kisasszony a rakműrön. Hát nem tudom, valami oka volt, hogy fegyveresek vitték el szerintem. Aha. Hát nem lehet, hogy ő emberlablász volt csak. Micsoda? Jó éjszakát, ember, puszilag. Na, hogy emberlablász volt? Hát de valami oka biztos volt, hogy erre volták, leborotválták a fejét kopaszra. Kidobták az utcára. Ne. Nekem ez ilyen bosszúnak tűnik. Lebolót váltak a kis szaját? Viccelődész? Kopasz, igen. Teljesen kopasz. A Magyar Györgyöt ismeri? Na olyan kopasz. Beszélt egy franciával? Nem tudom a francia most merre vagy, egyáltalán jól van-e, már eléggé megviselte a dolog. Csak egy percre. Ugye megnézzük. Legjobban látom. Jól viselj neki. Az apja nélkül legyen. Istenem, miért kell mindenkinek mondani, hogy hogy nézek ki? Mondtam, hogy jól nézel ki, érted? Istenem! Mi történt veled? Ebotválták a fejemet. Levágták a fejét, hogy a tetvek eltűnjenek. Nem emlékszel? Pedig olyan légúton növesztetek már. Mondtok már valamit? Nem. Gusztok, remek. Na, francia úr, akkor itt valamit mondania kéne, mert ez nekem úgy tűnik, mintha valakin... Tehát így bosszút álltak volna magán. Hagytam, miért? Hát nem tudom. Azért, nem azért vágták le a hajadat, mert mikor ott voltunk a házban, átugrottak rólam rád a tetvek. Istenem, ez a büdös csöves, minek van itt már megint, érted? Ticiának az a bukája is fejezd be. Ja, tényleg. A tetvet bárki el tudja kapni, pont az olyan emberekbe megy bele, akik tiszták. Itt most az úriember mellette már vigyázzon magára. Jó, oké, bocsánat, hogy közbeszólok. Akkor fordítsuk komolyra a szót, jó? Mert itt emberrablás történt, tehát... Pillanat, Zsír, legyen szíves, a boltrablás koordinájára, köszönöm. Rendben. Ugye. Ezt a rendőrt küldjék ki innen, mert ő hépten nyomon engem megfenyeget. SMS-ektől kezdve fogok-e, és van egy diktafon felvételem is elne. Melyik rendőr? Connor? Igen. Addig nem vagyok hajlandó megszólalni. Laci Connor. Mit szokjuk, hogy Laci Connor? Az egyik barátom benn volt a rendőrségen. Ez vágott, hogy azért van a pókhoz az egy ügyvéd, ki, és azt mondta neki, ha nem adja meg neki a telefonszámomat, akkor feldugja a seggébe a gumibotot, és onnan van meg neki a telefonszámom. Miről beszélsz? Ó, akkor most már kiderült, hogy honnan van meg az új TLC számod? Mondtam, hogy nem én voltam, és meg is ütöttél. Kérj egy bocsánatot! Bocsánatot kérek. Áll meg. Innentől kezdve addig nem vagyok hajlandó megszólni, amíg itt van benne ez az ember. Connor, legyen szíves, menjen ki. Egész úgy néz ki, mint a Magyar Györgyben hátulra nézé. Istenem, inkább meghalnék. Ez a pajasz, majdnem ugyanaz. Szemüveg, kopasz, érted? Zsira, nagyobb mi a telefonon elé? Ha ott a csöves, mit mondott, érted? Mit? Amikor kiment. Mit mondott? Mindegy akkor. Mindjárt már mit mondott? Nem mondom, érted. Utána melyik azt megtudtam. Na, szeretném akkor hallgatni. Mi kihallgatász van, Mimi? Jó, van, itt vagyunk. Jó, puci. Csak, hát figyelj, rám is lőttek, nem tudom, hogy én nekem. Jó, lejövök a rádióról. Mi Ládiszlád lőttek? Jó, akkor valami szólok, akkor jó. Mindjárt váljál elő, puci. Oké, és elő. Itt van Mimi, hisz ő is szemtön volt, Ládiszlád lőttek. Nagyszerű, jó, akkor. Jó, szuper, elmegyek én. Tetves lett tőle. Na, tehát azt igen. Szerintem azért vágták le a haját. Kicsit elvittük. Egy kicsit beszélek már halkabon oda.
Jó, akkor nem szólok meg. Nem, nem, maga mondhatja, csak a kollégáknak szóltam. Ticit elvittük ma iskolába, hogy tanuljon írni, vagy számolni. Ma számolás volt, ugye? Mondjuk ez részletkérdés, mindegy. A lényeg az, és akkor ott történt egy kis családi pelpatva. Elmentünk a hépcső elzeje, ott elkezdtek provokálni minket, az a hózsaszínhajú nő, rendőr, mondtam neki, hogy jó, és elszaladtam. Majd a tanár elvitt egy helyre, ott elbújtam, küldtem a ticinek egy koordinátát, hogy keresnek-e még a rendőrök, akkor már nem kerestek, és jött értem Tici. Pont annyit láttam, hogy jött az öregnek az autójával, talán az a te autód, öreg? Milyen autó? Itt az a mikrobusz. Nekem nincs autó. Akkor kivel voltál, Tici? Figyelom szintzmál, elég volt. És akkor arra lettem figyelmes, hogy Tici kiszáll az autóba, és fegyveresek vannak követte. És én szóltam Miminek, hogy nagyon gyorsan keresjük meg, elkezdtük keresni, és akkor Mimivel kicsit összevesztünk, mert nagyon hisztériázott, Mimit csőbuzi érted. És ismerem. Néha zavaró, és akkor én elkezdtem a nagy garázs felfutni, hogy az autómat kikérjem a garázsos fiútól, és hogy megkeressem Ticit. Most nem akar beszélni? De nem értem. Nem értesz. Kilabolt egy kicsodát? Hát, Istenem, miért? Elvileg tégedre voltak el, első sorban, utána franciát. De miért? Miért nem emlékszel ilyenekkel? De miért nem? Engem, igenis. Miért voltak el, meg ki? Honnan a pizzából, francia, miért laboltak el téged? Hát valószínűleg azért, mert téged is érted, mert téged ment el keresni. Hát engem csak kilaboltak, nem csináltam semmit. Hát én se. Azt miattad mégis ebótválták a fejemet, érted? Hogy nézek ki? Hát de most azért... Mint egy oldalba húgyozott kilométerkő. Hát én szerintem meg kurvára nem az él. Hát azért nem fog úgy előrébb jutni. És akkor most így hogy segítsünk magukon? Szerintem a Tiziannak is vágjuk le a haját kopaszra, és akkor azzal segítenek. Tényleg milyen jó enne. Szép. Együtt nőne a hajunk, érted? Nem gondolom, hogy ez megoldás lenne itt most a problémára. Jó, tényleg, elnézést. Csak úgy vizuális ember vagyok. Na, és akkor most mit szeretnének? Most kiengedem hát magukat? Én kúvvel szerettem volna elmenni, csak kőbe állt 44 darab rendő. Leütöttek, megváztak. Az egész rendőrségi állomány magát kereste, jó Isten magára. Megváztak, mindenki hajtam hőgött, hogy elbótválták a fejemet. Mi a rendőrök? Hát ott hőgcsétkek, én meg elszaladtam, hát, utána meg is leütöttek. Hát ez még szomorú. Hát ez eléggé. Hát most elmondom, hogy most itt maga mélyre dolgozza. Az egész rendőrségi állomány magát kereste. Mi éppen ott belebotlottunk, nem tudom már, szerintem ez a fodrászat után volt, ilyen lila autós konvojba, majd tüzet nyitottak ránk. Valószínűleg azok nyitottak ránk tüzet, akik magának levágták a haját. Ezek csak feltételezések, lehet, hogy manók voltak, az is lehet érteni. Nem gondolnám, mert láttuk az egészet. Hát én itt az előbb egy nagy sárkányt láttam. Mit akarnak így kezdeni? Mi lesz így magukkal? Hát egy hónap múlva szeretnénk rendőrkedni és együtt járőzni. Hát az a helyzet, hogy nagyon rossz úton járnak ahhoz. Miért? Ez tényleg hát nekem még mindig az a gyanúm, hogyha most így magukat így valaki elkapta. Annak oka van. Tici, mi az oka? Hát, lehet azért, mert rendőr akarsz lenni, érted? Engem kilaboltak, megvertek, lollat ki leszek francia, mert azt mondták, szalasz vagy. Micsoda? Milyen vagyok? Szalasz. Mi? Az mi? Saras, érted? Szalasz. Ja, saras? Én miért? Vagy szalas. Francia. Én miért? Semmit nem csinálok pedig. Hát lehet a pocsájába fülöttél velem, a múltkor azt látták, hogy saras vagy. Valamit csináltál valamit, fingom szint. Hát mit csináltam volna, mindig együtt vagyunk, érted? Hát azért kurvára nem mindig. Hát amikor nem veled vagyok, akkor éppen a mocsába vagyok bugizni, érted? Maguk barátok? Legjobb barátok. És a legjobb barátok titkolóznak egymás előtt? Én nem szoktam, én mindent megosztok Ticivel. Kivéve azt, amit nem. De az mind magánéleti probléma, elkieredetű, azokat nem szoktam kibeszélni magamból.
Lehet, hogy nő van a dologban? Hogy a Tici elbotatott valami nő miatt? Hát nem tudom, valami féltékenység. Rossz, néha csapják a szelet. Elbotattál valami nő miatt? Én valami nem ember. Na azt mondja a rendőr. Nem ezt mondom, csak próbálom kideríteni, mi lehet azok. Ja, lehet, hogy francia maga rámozdult egy olyan nőre, aki valakinek már a nője, és ez nem tetszett neki. Vagy lehet, hogy épp a Ticiát csinálta ezt. Valami oknak kellett lennie. Höné, gyere be egy pillanatra. Mi? Itt áll mellettem a René. Akkor te is mész szemorvoshoz, szuper. Na mit? Ja. Most mi van, mondjad? Semmi. Hát próbálom most megfejteni, hogy mi lehetett az ok, de nem nagyon jutunk dűlőre. Jó, ismeritek a bunkert? Ismered, de hónapok óta nem láttam, szintem volt. Volt. Én 2 hete láttam, vagy 1 hete, nem is tudom. Igen. Ez egyenesen arányos azzal, hogy ismerjük. Mit tudtok róla? Szép van kulva a szeggel, megkultál. Normális információt szeretnék, nem ilyet. Cicka volt a bőltöm. Semmit nem tudok róla, én nem találkoztam volna légóta, szóha. Uh-huh. Tudjuk, Francia, mit mondott? Mármint? Igen. Hát, hogy mi történt, miért vágták le a haját, vagy nem tudom. Hát annyit mondott, hogy elsősorban a Tíciát rabolták el, majd utána őt. Nagyon szomjasz. Hát nekem csak az van, amit adtam. Akkor hozzám állsz. Na, adok én. Nincs. Gyümölcsre, jó? Ó, finci. Szóval akkor nem tudunk semmit. Nem. Most próbálom megfejteni, hogy lehet, hogy nő van a dologban, vagy valami rosszat tettek. Én nem, én soha. De nem is vagy vele együtt. Ja, de hogy szóltam, nem is kultunk még. Jó, kikezdtél más nővel? Soha. De megtépem a füled, mert hazudsz, mondja, oda megyek, azt letépem. Teszik, soha. Minden nőnek csapod a szelet, igen? Nem hiszik azt, a kedves vagyok, nem csapom. Csak mondom, hogy a Nina van a kis fütyivel mindig, lázogatja neki a szegét, konditelembe is, ilyesmi. Jó, ki és mit tudunk fütyiről? Mindjárt ki fog derülni, hogy a bunker, vagy bunkernek itt a nagy barátja, testvére, rokona. Ez jó, behúzzak a kis fütyi. Kezdenek összeérni a szálak. Hát a kis fütyi, a fingom szint, hát Manóckának a spanya. Manócska. Ó, Manócskának is kimondtam a nevét, Gezi, de mi a vagy? Nem tudom, René Manócskát ismerünk? Ők én a fütyit sem ismerem. Geci. Fütyike vagy kicsoda. Fütyi, az ugyanaz a fütyi, akire én. Halló. Hol a fütyi? Császtok, Cálkulesz. Ide figyelj, Tici. Biztoszik. Fütyi, aki a gazdagóba szokott vásárolni régebben? Herkules, meg a... Herkules, uram, már elmondtam. Ki megyünk? Hát, valami kis fütyi, ez a Pece neve is, szóval ennyi. Hogy néz ki a fütyi? hogy néz ki a fütyi? Aztán mondja, hogy finge sincsen. Balna bőlű, vastag falkú, és ilyen laza luákba jár. Egyéb ismertető jele. A fingom szint, annyira nem is velem. Na mindegy, szóval én nem csalom meg a Ninát, érted? Ha Nina együtt nyomul a fütyikével, ott mászkál az alkohol. Nina együtt van a Tíciával. Lehet, hogy nem is tudom. Már beőszültem teljesen. Próbálom megfejteni itt a szálakat, de... Annyit tudok, amit mondtam telefonba, hogy elbolták Ticit, és utána jöttem. Igen, szégyeld magadat, hogy amikor felhívtalak és nem küldték Kordit, hogy segítsünk. Hát hogy a picsába küldtem volna Kordit, amikor elbóltak? Ahelyett, hogy beszéltél volna, küldöd a Kordit. De elbóltak, nem érted? Hogy küldjek Kordit, ha elbóltak? De hogy beszéltem veled, ha elraboltak? Suttogtam a hátsülésen, csak észrevették és elvették a telefonomat. Miért van ennyi agyad? Mert mérnök vagyok, mondjuk. Gépész mérnök. Az is főiskolát végeztem. Amíg követtél velem küldöttél volna egy koordinátát. Nem gondoltam. Ez olyan hülye. Ezt mondtad neked így telefonban. Olyan hülye. Mi nyagyvérzésem lesz. Borzasztó hülye. Az ne legyen, nem fogok pelenkázni, érted?
Jó, most mi legyen ezzel a két jó madárral? De mi én vagyok, hogy hát áldozat vagyok, könyörgöm. Hát én azt értem, de áldozat vagyok. Nem tudnak mondani semmit, kik a támadók, most engedjük magukat ki az utcára, hogy mi a jó Isten legyen. Fogalmam sincs. Hát most ez az. Kiengedjük azt, ha megint elviszik, vagy már elrabolják a ticit, azt leválják neki is olyan. De jó lenne együtt, hogy ne hagyunk tici, érted? Nagyon vicces. Hát én nem tudom. Azt mondja, mérnök vagyok. Ez... Nehéz ügy. Főleg így, hogy nem tudnak semmit mondani. Aj, nagyon hülye. Kolos meg kint rohangál a folyó. Akkor... Hát akkor, ha semmi, akkor, akkor semmi. Én elmondtam mindent, mindent ezt. Végeztem, majd mondom az infókt. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor menjenek. Mehetünk. Elvigyem őket valahova Gusztávon. Hát, hogyha kell neki fúr, akkor nyugodtan. Nem kell sétálnunk. Sétálunk. Lövigyel egy kicsit. Tessék. Mert kell menni. Mit csinál, Kolos? Mit csinálsz? Szétnéztem, értem. Mi van öreg? Megsz egyben? Otto hideg van, vagy mi van? Még itt lent. Egész kellemes itt a matrac itt a börtönben. Na, szeretné bezárjam? Jó. Kint várjam egy francia. Gyere. Jó. Jövök. Uram, megkérném, jöjjön. Ez itt lopja a rendőrséget. Nem érzem magát annyira otthon, a jó Isten megáldja. Na, mondjad. Várjál meg ki... Itt mi van? A konyha? Jöjjön ki, kérem. Na, hűtőben nem piszkálunk. Na, jó Isten megáldja magát, mit csinál? Menjen ki, menjen ki. Az itt lopja a rendőrséget, geci. Na, nem otthon van, a jó Isten megáldja tényleg. A WC van, nem menjen oda se. Na, most már lőveszem a gumiboton. Bújjunk. Na, mi a helyzet? Mondjad. Ja, akkor szedjen egy kicsit. Gyere be! Tényleg komolyan mondtad, amit mondtál, hogy jön, szóval többet nem vagy már az anyukám és... Szóval többet nem beszélünk? Nem mondtam komolyan, úgy ismersz. És hogyha ott nem mentünk volna utánad és elmentél volna, akkor nem is beszéltünk volna szóval? De beszéltünk volna. Akkor miért mondasz ilyeneket? Mert felidegesítesz, ide hívod az apádat. Minek hívod ide az apádat? Azért, most már ne kezdjük előről, jó? Mert fatel. Jó, akkor meg majd legközebb mondd meg neki, hogy fürödjön le, és öltözön át valami normális ruhába. Ha nincsen pénze, akkor veszek neki ruhát. A mászik? A igen. A mászik, a szegjukat elküldöd akkor a képet? Biztos is, hogy nem, na gyere. De hazudtál akkor. Megtanultad a számokat? Meg. Azt se tudod, hogy mit írtál. Lelajzoltam ugyanazt, és azt mondta, hogy tökéletes. Arról volt szó, ha hogyha megtanulod. Ha megcsinálom, akkor elküldöd a szegjukatlól a képet. Majd, hogyha megtanultad, majd akkor. Akkor elküldöd a szegjukatlól a képet? Hogy kérdezem már, hogy bolotálod a szegjukat, hogy most felemeled... Na, gyere, mert nekem erre nincsen időm, gyere, már... fáradt vagyok, egész végig titeket kislábad, kerestelek, ha haladják ki fele. Vagy googolsz, hisz úgy... Majd mindjárt megmutatom. Hogy lehet valaki ilyen, hogy vagy ilyen gyerek, hogyan? Fú, alig várom, hogy elkezd a kiképzést, alig várom. Milyen kiképzés? Majd megtudod. Én nem leszek leendő, nem leszek kiképzészen. Tudom, hogy várj a végét. Így zirkosz vagyok, érted? Mi bajod van? Álljál meg, álljál csak meg. Nem úgy gyilkosz, hanem mondjuk... Félelmetes. Tisztelet. Tisztelet. Hítő. Most mi van? Fú, jó. Én szerintem mindjárt ilyen nyugtató teát. Szerintem már be vagyok őszülve tőled. Már őszül ilyenkor, a hajam. Hogy kérdeztem már, ilyenkor, hogyha ideges székből megőszülsz, akkor a szeg szőlőd is ősz, a punci szőlőd is? Nem. Akkor az ön neked milyen színű? Na fejezve, gyere kifele. Löné? Tessék. Az ön még bent van, geci. Ez nem lendül szégen, van bent ez a kis kép. Halljak, hogy milyen kép?
és... Bolond geci! Rendőrségen bekurva! Én meg vele vagyok. Egyébkös Istenem, na jó, oké. Okay. Hol van ez a patero? Ne gyere! Rendőrségen bekurva, hol vagytok, zsekekben van kurva, és mindenképpen ugyanúgy néz ki. Nem bírom. Ja, elég volt ez a nap, geci. Hú. Nekem is. Jó, akkor a Tiziának az apukája konkrétan mindenhol csinált fényképet. Ez az ember az apukája. Kicsit nem volt kicsit üdítőzze, kicsit. De ez a vérfrénti apja? Gyuri bácsi. Honnan szedt össze ezt a jó embert? Ez egy hosszú szoli. Hajléktalan a faterot Tizia. Ja, az igazi apukája. Lönni lehet egy kérdésem még? Igen. Gyere kicsit allém, és utána megyek is. Hol van francia? Olyan kérdéseket tesz fel, hogy én is kopasz leszek. Meghalok. Lönni? Tessék. Akkor felvilágosítasz majd szexuálisan? Felvilágosítok. Számítatok lát? Az nagyon kemény stream lesz, geci. Jó, köszi, hogy segítettél, puci. Jó, viszont ha bármi eszedbe jut, akkor gyere be a rendőrségre, persze. Jó? Puszillak. Csáv, csáv. Hítő. Mi a helyzet? Na mi az? Mondom a szájszed. Igen? Lehet, nem itt kéne. Jó, gyerünk. Menjünk már innen, kell nekem egy telefon, érted? Az ahol, mellé? Várjál, gyere egy picit, négy szem közt beszélj. Az kinek a kocia? Oh. De Flancia, mit csinálsz? Te szék. Most hát tudnánk húzni Konóval a vizesen betőt. Na ész vagy? Hát, hogy ő a boltatok, mert a rendő mondta, hogy hát, hogy nő van a dolgokban, érted? És ő mindig zakat engem ő némi miatt. Szálljatok már be, majd máshol megbeszéljük. Érted? Nem hallottam semmit. Átfugyoztam ma. Francia, nem fog így megfázni a fejed? Adjál már. Menjünk egy telefont venni kiek szépen. Jó van már. Hú. Jelölj egyet. Mi azt hittem, mint van egy lámpa, az Francia feje. Istenem. Hozzuk a vaxot. Mondtatok egy viccet, Francia? Doktor úr, kérem, szegészen nagyon hullik a hajam. Mit tegyek, hogy ne veszítsem el mindent? Doktor úr, válaszom, tegye egy dobozkába. Vagy, Francia? Hallottad már azt a viccet, amit leesik a hajad? A kezem. Ja, hallottad. Francia. Beleütött a vasba. Istenem, hogy lehetsz ilyen pontszer? Belevágott a vasba, kezdi! Hallodat is elhagytad meg az eszedet is. Nem bírom már. Ne baszolgassatok már a hajam miatt, érted? Nagyon sok már ez nekem mai nap. Na, most ugyan tovább, érted? Akkor beszélj, Tici. Már hív Löné, felveszem neki, mert mindig vinyog, teszék. Tizia, hívd fel az apádat, hogy hol a jó Isten. És kérdezd meg tőle. Még azóta ott lidelszkedik a lendőrszéged? Hát nem tudjuk, szóval jól lenne megtudni, hogy hol van. A lejtőzködő képessége nagyon... Jó, oké, megvan, köszönöm, szia, puszillak. Puszi. Most találták meg Konos kezi a rendőrséget. Áh, sírok. Ez azért az ott elbújt. Nem bírom, gyerekek. Egy kicsit nagyobb szakállal. Úgy néznél ki, mint valami vadmotoros. Terminátor. Gépek lázadász. Menjünk akkor. De most jöttünk ide, beszéljük meg, hogy most mi a fasz van. Most szóba is megyünk. Meg most mi, ez mi volt? Jó, a boltban tudok kamuszakát venni, hogy ne ismerjenek fel az utcán az emberek. Jó, tehát de akkor első pont. Úgy öltözködsz, mint egy szövesz. Biztos, hogy fel fognak viszelni. Most... Miért mondod ám, hogy úgy öltözköd? Nézd már, meg új póló, érted? Most vettem, érted? Elég adji. És mit jelent rajta a szöveg? Csak annyit mondtam, hogy elég adji. Miért mondod, hogy elég adji? Olyan fényesz a fejed, hogyha lepille majd egy madár, akkor meg fog ijedni, érted?
Hát Gadi a pólód. Úgy öltözködsz, mint egy szövesz. Na, az a helyzet, Bunkella volt el. Ó. Istenem. Kapcsold be, kapcsold be gyorsan a hőgzítőt. Milyen hőgzítőt? Várjál, indítom. Lendítszek, med. Epel formát kapok a fejemben? Milyen epel formát? Oh. Nincs lepermízve, ez így nem lesz jó. Milyen epel formát, Kono? Mondjad, Kono! Kőbe epel forma kornába a fejembe? Nyertem. Hello. Igen. Kono, most hívja a falanciát, hisz, hogy epel formát kap a fejére, most fenyegeti. Kőbe kornába. Lendítszek, megvan. Megfenyegetett, megint érted. Milyen epel formát kap a fejére, most lakta le Kono a telcit, most fenyegeti falanciát. Kono, miért hívogatod amúgy folyamatosan franciát? Én nem is megfenyegetett. Jó, de te bunkó is. Oda menjünk, leszapjuk a fejét egy boltával, szóval kérdezem? Nem jó, kéne. Ez kicsit gyere be, mint, és most már ezt tisztázzuk, hozd ide a franciát is, jó? Mert most már unom, most... elegem van ebből. Családi perpatval level, nem tudom, hanyasz. Jó, lemek? Gyere, légy szíves. Nem szokál a pár perc, hova is szedjünk? A rendőrségre nem jó, most lehet. Jó, basszus. Na, gyorsan elmondom, hogy mi a szájszer, várjátok már. Utána megy a rendőrség le. Igen. Na, a Bunkel Ella volt, és mondta, hogy van egy Natasha nevezetű caj. Flancia, figyelsz! Figyelek. Natasha nevezetű caj. Szombat estig van időm, a vallodába dolgozik, és ő bugyját le kell róla venni, és a bunkának el kell minden használni a kis bugyját. És ennek mi értelme? De természetesen én is meg fogom szagolni egy kicsit. De ennek mi értelme? Az élmet... Várjál, a hatas az igónak a húga. Nem az az, nem. Kérdezem, hogy olosz? Mondta, hogy nem, nem olosz. A valodába dolgozik, és szőt, övé is a hely. És az nem hatasa. Szerintem az az ügyvédnő, az is Az ügyvédnő, nekem is az... Mert nekem panaszkodott, az nem hatasa, hanem... Mindjárt mondom, olyan hexikói neve van. Vegyél már fel szapkát, ma azt hiszik, világító tolony vagy. Nem, mi van érted. Közben. És akkor szombati meg kell szelezni a kis bugyját, és akkor nem fog kinyíli bunkel. És akkor utána tiszták vagyunk, ez a szájszer. És senkinek... Mellem menni. Lendőrszék. És senkinek nem mondhatjuk el, hogy bunkel volt, mert akkor cickák vagyunk így, és azt mondták lánk, hogy spiclik vagyunk. Én nekem is mondta, én mondtam, hogy nem vagyunk spici. Nem vagyunk spiclik. Van egy ötletem a bugyi lopászla? Igen, ezt kérdeztem. Én szerintem oda megyünk. És mondom, hogy halálosan megfenyegettek, fizetek érted, csak most vegye le a bugyját, érted? Tessék, hogy téged fenyegettek meg, vagy igen, te fenyegeted meg igen, őt? Igen, és meg kell vennem a kis bugyját. Na jó, van egy jobb ötletem. Na és? Figyelj, be kell adni, hogy legény bugyón vagyunk. Érted, beöltözünk egy ilyen pólóba, ilyen viccesbe, meg minden, és akkor megyünk, és legény búcsú, milyen vicces lenne, hogyha odaadnál a bugyját. És ennyi. És ha nem szikerül, akkor egy pisztolyt dugunk az óla alá. Érki, te mindig a pisztolyjal akarsz megoldani mindent. Különbözőek vagyunk itt. Ez látszik, ezt tanultam, sorry. Köszönöm, Reni, én puszilag, Reni, köszönöm, pandusom, száz szívecskét. Nagyon szépen köszönöm. Oldhatnál meg valamit. Mire gondolsz? Semmi. Mi, akkor viccesen kérjük el a bugyát? Én szerintem... Igen. Menjünk oda, és mondjuk, hogy ez történt, de akkor nem is ott azt a nev, akkor mi? Nem tudom. Igen. Fater küldött egy képet egy motorról. Igen. Kitől szóltad? Kérdőjel. Most küldött hangozít, hogy ez egy lendőrszégi. Ott szép. Nem tudok olvasni. Na, figyeljetek is akkor. Úgy kell csinálni, fingozinc. Gyere már! Jövök.
Ezt a cövezpólót miért nem cserélted le? Figyeljétek a haját! Ilyen hajszálak! Nézzétek a fényt! Flancia, bedugult a füled? Vagy csak nem akarsz válaszolni? Flancia, bárdal a hajszál lók az él, ilyen kis hosszú kász. Igen, igen, elég annyi. Megyek a rendőrsége. Van nálam egy balta észre, amiben levágom a latikonol fejébe? Okay. Egy perc, sőt az nem lehet is. Nem lesz jó ötlet. 57 másodperc. Ő is jön, érted. Mi a baj? Miért vagy ideges? Ó, Isten. Francia? Igen. Kulva szarul nézel, aki az megnyugtat. Anya nem nyugtat meg, érted? Mint egy rossz, motoros bandás. De, francia. Úristen, fekete és völősz! Picit látszik, hogy műszak kell. Hogy a faszomban lehet ki? Istenem! Hogy néz ki, geci? Majd veszek másikat a maxosnál, érted? Menjünk el a maxoshoz, érted? Ne, nem bírom nekem, mert nem bírom. De szadunk. Nem, most már maradjál! Hát, én nem bírom már ezt a mai napot, geci. Hú, rendes, fáj a vállam, annyit rögök, fáj a melkas csontom. Én legalább nyitva van a szeme. Úristen, gyerekek. Mit alkottunk ma is, te? Ciao! Jó. Jó pihen. Jó étvágyat. Na, köszönöm szépen. Hoztam neked cukit. Remélem egy kartonna hoztál. Boldogszág holmon lát filma? Igen, jó, oké. Okay. Szóval, Francia, Connor, mi a faszom van köztetek úgy most? Nem, mint kapcsolat? Na most már kurvára unom. Ki ez a Francia? Unom. Ha nem hagyjátok abba, kurvára le fogom cserélni a telefonszámomat, és innentől kezdve nem érdekel. Én... Ezt most miért nekem mondod? Csak kérdezem. Én mert nem értem, hogy mi én... történik. Én azt hallottam, hogy Connor így kúl, cool, leszopod a falkát, ledőlkodsz, vagy ilyesmi. Oké, akkor figyelj, engem senki nem kúr, a te szavaddal, jó? Senki nem kúr, van csávom, Ethan. Aki holnapok óta nem kult jó, meg. Van csávom. Szóval akkor ezt be lehet fejezni, jó? Akkor ne hívogassátok egymást, jó? Vagy engem hagyjatok ki ebből. A faszom ki van. Én nem is... Ő hív engem is állandóan megfenyeget. Mivel? Engem is van megfenyegetett benne a rendőrszégen, csak mondom. Mi van? Ő zápta úgy tudta meg a telefonszámomat, hogy azt mondta neki, hogy felnyomja a savokba a gumibotot a seggébe, ha nem mondja meg mi a telefonszámom. Persze. Aggresszív. Mindenkinek kéne itt ebbe a kibaszott társaságba egy kurva fakanál, és menjetek, keverjétek egymás szarját, tényleg. De te fenyegetsz állandóan. Mi, ha hozzád se szólok, ember. Persze, mindjárt kitalálod, hogy még a telefonszámomat se tudod. Igaz? Igaz? Úgy viselkedtek gyerekek amúgy, csak szólok, tehát fejezzétek be. Ne menjél a gyere ide, légy szíves! Flancia, ne menj már el! Most is szélteketi amúgy. Ne menj már el, most szétszedjük Kono, gyere már vissza! Hagyjatok engem békén, érted te is! Gyere már! Hagyjatok engem békén, érted! Gyere már vissza, most megtumcizzuk meg, befenyítjük Kono, gyere már! Nem megyek, nem érdekel. Hát még a végén élszek a hibás, mert fenyegeted az a hagykó gyerek. Nem te vagy a hibás, Lőné nem hoz ki téged hibásznak, gyere már! Most nem érdekel. Mindig elmenekülsz, gyere már! Szóka! Hád is! Te szék! Jó, ha ottad. Ott műegyek. Most ezért kúlvel, szétvegom a fejed egy kúlva baltával, csak... Mindjárt levágom a kis kezed. Na, akkor most mi van? Pakolj ki. Ide a telcit. Szerettek volna megbántani, hogy hagyjál békén, érted? Na, attól még ad ide a telcit. Kurva gyorsan, mellőm... Levágom a kis lábadla. Tessék. Á, köci. Nem az kölcsön egy telcsit, Tici. Van kajcid vagy ücid? Csokin van, érted? És energiaitalom. Kérlek egy cukit. Több cukit. Tessék. Energiaitalt is kérsz? Azt nem, de azt is teszik.
Tisék. Miért nem jössz vissza? Tényleg már előtt? De nem érdekel ez az egész, érted? Hát akkor a Conan ugyanúgy fog hívogatni, nem állsz ki maga dél. Szóká. Nem érdekel. Igen, és szó mellé mész? Főkötöm magamat, érted? Nem csináljuk azt mondjuk szombaton, hogy dobáljuk az embereket? A hívott számon múlti előfizető nem kapcsolható. Szombaton dobáljuk követkével az embereket, a buszokat, ilyet. Szerintem is sokkal jobb volt régen. Sokkal jobb volt régen. Régen igazi gangsterek voltunk, érted. Nem? Francia! Francia! Teszik! Hagyjatok békét, Gugi! Mondd vissza légy szíves, Franciát, mert ha itt ezt most ennek nem teszünk pontot a végére. Na hát kurva jó elintéztétek. Ula! Gratulálok. Én is mondtam, hogy nekünk pontot. Istenem. Itt vagyunk a Lendőszik utcájában, még a kockot írtak. Nem megy vissza, leszalja. Majd mindjárt jövök kicsit. Na persze, hogy ezt hallom, hát állandóan megfenyeget, az ebb is megfenyegetett, érted? Jó, hogy ezt hallom. Jó nagy kutyaszalva éptél, csak mondom. Hol fut Lenny? Gyere vissza, légy szíves! Nem, hagyja te is ennek szeretnék végé. Pontot tenni, hát tegyél mert pontot már unom. A végére, én még kell hogy pontot tegyél a végére. Te is kell lesz oda, mivel én nem tudom, mi a fasz van köztetek hát már. Hányszor mondjam el? 12-szer gyere elmondtam. Gyere vissza, légy szíves! 48-szor megfenyeget, küldözgeti az SMS-eket, hívogat érted, az előbb is azt mondta, hogy epel fejem lesz. Nem mondok én semmit, érted? Azt utána mi ez? Utána mi ez? A múltkor konditeremben azzal fenyegetett, hogy jönnek valami motorosok, érted? Akkor gyere és meg fognak ártani a kipu. Nem mondom el, hogy legyen akkor... csak rendőr. Jó, akkor... Olyan. Megyek és fölkötöm magamat, érted? Én meg leszarom, akkor nem töröm beszélünk. Szarom le az ennyi. Egészen. Ezt már hég, ezt kellett volna csinálni. Miért mondogatsz ilyeneket és felkötöd magad? Ez nagyon tlé. Hát persze, most mit mondjak neki, legalább békén, hogy érted? Hát, hogy szobd le a falkam. De azt, ott nem mondok, érted. Azt mondtam, hogy felkötöd magam, megyek, veszek magamnak egy másik szimkártyát, érted? És akkor nem leszek soha elérhető ezen a számon, érted? És akkor tényleg azt fogja hinni, érted, hogy már nem vagyok, érted? És akkor legalább békén, hogy őke. Érted? Összeadtam, mérnök vagyok, csak mondom, érted. Szerinted nem találkoztok szombaton, vagy vasárnap? Mi lesz akkor? Hát a fingószín, hát gondolom nem fogsz loadni a lakásba. Hát akkor meg addig a újja érdek, érted? Francia? Figyelj, most ezzel a szapka, ez olyan, mintha egy lámpa búrára ráhúztál volna, kukázzákot. Helyki, elhiszed, hogy most ez a legkevesebb problémám? Elhiszem, csak mondtam. Nem jó az a sapka, amúgy csak kérdezem. Nem. Úgy néz ki, mint egy kis kukászzák. Ezt most hova szétálltok? Most hova szétálunk? Fogalmam sincs, hova sétálunk? Uh-huh. Ez jó. Arra inkább el. Gyertek vissza. Hova? Hát kövesszük vissza fel a lábnyomainkat. Tici amúgy nagyon jól néz ki az új lohackál. Á, köszi, gangsta lesz. Nem azt mondtam, de igen, így is lehet. Állandóan beavadunk abba a kurva rendőrségbe, érted? Tököm te van, elabónak minket. Amúgy miért abótak el minket, érted? Azért, mert nagy volt a szád. Tici, miért abótak el minket? Vidd le a lomákhoz. Azért, mert lementem a Glove Slate-le, és Munkel mondta, hogy minden, a Likót is mindenkit kipucoltak, onnan összevesztek, érted? Igen, és? Ez most miközben van-e hozzánk? Azért, hogy mert lementem, hogy elcoltam a Johanmergyét, ott lefényképeztem, és azért, meg mászik, hogy én is fenyegetem Munkelt, meg te is halálosszon fenyegeted, és nem fog elnézni, és leszaluljon Manocka, spanyai vagyunk, szétkúrják a fejünket, ilyesmi. Ezért így el kell. Ki az a Cajci? Akkor nem lehet ezt, hogy akkor hogy is szívják?
Most ezen gondolkodok, érted? Hát kurva jól lenne kideríteni a nevét, de kurva gyorsan. Natalia. Nem. Kérdezd meg Hönét, ő ismeri. Igen. Zaj, és ő... El kéne menni arra megnézni, hogy ő dolgozik-e, érted? És hétvégén mennénk el egy tühennyőzni, az király lenne. Oké. Juanita, Juanita érted? Ah, Juanita. Juanita, Igónak a nője. És milyen... Milyen moszodába dolgozni? Valoda, valoda. Valoda? És ez mi? Hol van? Voltam már ott, a lendőszegi híd mögött. Tudni, tudni, akkor menni, nézzük meg. Jó, király. Hozéval mi a fasz van, bazd meg? A kurva élet most jutott eszembe. Na. Akkor ti mit tudtok erről amúgy, hogy mi zajlik? Mindenki szodálom. Egyesével mondja el. Akkor mondd neki, légy szíves, hogy én kérem nagyon szépen. René szeretné, hogyha ide fáradnál. Licia, mondjad. Hát ő folyamatosan panaszkodik, francia. Hogy fenyegeti. De jó nézni ezeket a motorosokat. Francia, ők nem téged akarnak, csak krúzolnak. Konol fenyegeti, meg állandóan zaklatja, hívogatja, ilyesmi. Meg hogy így kult téged, úgy smáloltok, úgy leszopod a falkát, lendül kociba, amikor szünet van, ilyesmi. A motorosok miért mennek be a rendőrségre? Megkérdezem. Éppen azt akartam, de magával. Nyugasz, francia. Nem is semmi baj. Most azt hiszi, francia, hogy a motorosokat a Connor küldte rá. Persze. Mit csinálsz? Gyere, mit csinálsz? Megnézem itt a környezetet. Öltönybe. Most szalsz? Nem szalok. Mondtam, hogy megnézem a környezetet. Vissza, nem már. Jó, mit akkor ide, gyere vissza, légy szíves, zárjuk ezt le, szeretnék menni aludni, és most már betelt a pohár. Jó, akkor gyere ide, rendezzük le, azt menj aludni, te is, meg én is. Itt nincs mi kettőnk ügye, itt a ti kettőtök ügye van, aminek én iszom a levét, úgyhogy szépen gyere ide, légy szíves. Röni, az biztos. Végre, motoros banda, végre. Hát, hallod? Hallod, Kolos? Ezeket a képeket húgyoszt! Én fulladtam a rögéstől. Elkezdtem nézni, itt Lidért kecgeci a rendőrségen, fulladtam. Fulladtam a rögéstől. Ennyire keresem. Francia, törölt ki Connornak a telefonszámát, légy szíves, jó? Nekem meg sincs a telefonszáma. Jó, szuper. Oké, és akkor mondd el, légy szíves, itt a Gusztáv úrnak, amit mondtál nekem, jó? Nem akarok. Micsoda? Mondjad el, légy szíves. Igen. Melyik részét mondjam el? Az egészet, mert már minél elájulok. Hát úgy szereztem meg a telefonszámomat, hogy Őzávnak azt mondta, hogy a kihallgatás során, hogy feldugja a segélybe a botot, hogyha nem adja meg a telefonszámomat neki. És onnantól kezdve engem zakadt folyamatosan. Connor, ez így van? Negatív, ugyanis nem hordok magamnál gumibotot. A múltkor, amikor itt... Kivéve a mai napot. A múltkor, amikor itt ticit hallgatta ki, akkor már ellenséges volt velünk, mert akkor az a baj, hogy most pont nincs itt Tina egyébként, mert Tina volt ott. Mondott nekem mindenféle badalságot otthon, mentem ki fel, és kétszer nyakon vett a gumibotta. Ez úgy történt, hogy volt egy kihallgatás. Igen. És megkért engem a Vendel úr, hogy küldjem ki az urat. Elmentünk itt a hátsó bejárathoz, beszólt nekem valamit, hogy köcsög Zseka, meg Ratyi Connor, és akkor hát kapott egyet. Ennyi. Kettőt, egész pontosan kettőt. Utána felállt, és kitessékeltem a hátsó ajtón, és ennyi volt. Pontosan kettőt, és akkor itt már bukott is az, hogy nem szokott nálad gumibot enni, csak mondom, érted. És egyébként annak is megvolt az oka, hogy beszóltam neked, mert folyamatosan provokálsz.
folytass tovább. Ez lendőri túlkapász. Jó pihenést. Tehát jó, ebben a beszélgetésben... Mondd el, légy szíves. Ebben a beszélgetésben most mi beszélünk hárman. Maguk csak hallgassan. Köszönöm. Konditeremben voltam. Ben voltam konditeremben, ő már ott volt. Bekapcsoltam gyorsan a diktafonomat, meg gondoltam, hogy itt majd lesz valami, majd mondani fogja megint. Megint itt vannak a motorosok? És miért azt félsz ennyire a motorosoktól? Mert Konolnak a barátai. Azt mondta Konol, hogy el fognak habolni, és meg fognak hángatni a kipufogócsőn keresztül. Mi van? Isten. Mit néztél te, Sonsofanarhit? Ne haragudj. Persze. Mindjárt gondoltam. Mesébe sincs, igen. Persze. Mindjárt gondoltam ezt az egészet, hogy megint éjjelszek a fasz, megint éjjelszek a hibát. Na, nyugodj, nem mondtuk. Hát, hogy jöttem ide vissza, érted? Nem mondtunk semmit, nyugodj le, és akkor mondd el ezt a diktafont, vagy mi ez, légy szíves. Hát ugye megjött a szokásos pohokás, hogy így volt veled, úgy volt veled, amúgy volt veled, stb. Stb. És akkor mondta ezt a motoros dolgot, aztán igazából ennyi volt. Na várj! És akkor azóta jöttek ilyen SMS-ek. Olvasd fel. Amikor elmentünk a... Na, nincs meg a száma, ugye? Na, persze, igen. Nincs meg a száma. Na, akkor mutatom, Na, valaki jöjjön ide? Gustavo, vagy mi a neve, jöjjön ide? Ne te nézőné, mert még a végén az lesz, hogy összejátszol el, érted? Na, mutatom a telefonkönyvet. Tehát úgy kezdődik a telefonkönyvem, hogy Boa, az a hőnének a telefonszáma. Bohás, Dudás Tibi, Dwayne, Ginoka, Foida, Jose, James, Juice, Jóbuksa, Ájáv, Kuke, Hakatosból, Hakatos Tibibá, Hakatos Tóni, Heonidas, Mimus, Mr. Hamaika, Mr. Tici, Nikó, Nyomozó, aztán Olsz Köcsök Zseka, az Igó, Özáb, Petovics, de Igor egyébként a barátomattól függetlenül. Petovics, Pinky, Pince, Pince kétszer van írva. Meg, mert csináltam telefonszámot is még egyszer, mentettem, és Hiko. Meg van olyan, hogy Sikoaj, Tina, Vevő, mentőszolgált, hentőség, taxiszerő, és Babusz Mechanik. Uh-huh. Hogy vagyok elmentve a telefonodba? Hát, úgy, hogy Boa. Mi? Volt egy idő, amikor hány ingelem volt tőled. Na, jó, faszom. Na igen, akkor olvasd az SMS-t. Itt egyébként. Na és akkor van itt egy telefonszám, ami úgy kezdődik, hogy 473-0619. Igen. Ki ez a telefonszám? Csak kérdezem. Konon. Ez kérdés volt? Kérdés, igen. Igen, de vörös és fekete. Fejben nem tudom megmondani, ki ez a szám. Ez az én telefonszámom, de azt mondta, hogy nincs meg a száma. Nincs elmentve, nem érted? Nincs elmentve. Na, első üzenet, egy nappal ezelőtt. Ciao, hati farcia. Írtam neki egy kérdőjét. Te miért viszed Hönét mocsába, normális vagy? Most vehetek neki fenisztit, mondta nekem, hogy miattad összecsipték a szúnyogok és a combját. Nem is baj, be is kenem neki. Ez volt a második üzenettől. Írtam neki, hogy halljál. Mondjuk inkább én, mint te. Tata ezt írta. Küldtem neki egy higyógos hányit. Igen. Aztán még puszit is kaptam tőle. El is küldtem neki egy higyógos hányit. Na való. És akkor... Gyuribá volt ott az oldas. Ő és akkor írta, hogy na mi van, nem támadsz? Ez volt utána. Írtam neki, hogy nem igazán. Nem nagyon érdekel a csaj. Ezt írtam. És akkor írta, hogy Na miért van más? Köszi, de csak kollégák vagyunk. Ja, írtam, hogy sok boldogságot, és elírtam, hogy köszi, csak kollégák vagyunk, nem is a csajom. Na most én kérdezem azt, hogyha valaki ilyeneket ír ott az első üzenetben, akkor mi írja azt, hogy csak kollégák vagyunk, és miért zakat engem? De ne erre amúgy tényleg, az elejére. Amúgy az elejére. Az elejé, legelejére. Úgy kezdődött, hogy jár. Hogy kezdődött ez a sztori? Csáó, hati kezd. Így, hogy csáó, hati. De nem az üzenetben, hanem ugyanúgy. Hogy kezdődött ez a történet? Én kérdezem, én most elmondtam eddig, ami történt, most te jössz érted. Hogy kezdődött? A
történet az hogy kezdődött? Te engem nem kúrogat senki, jó? Szvésétek az agyatokba. De én van miért? Csávok, már megint te mi is vésed, meg mindenki. De én miért? Csak kérdezem. Csak nekem most mi közöm van ehhez már benne, lehet látni rajtad, hogy nem kúlnak. Köszönöm. Ez hogy kezdődött ez a történet? Inkább arra gondolj vissza. Tehát én meg a René elmentünk a borászatba. Igen. René csinált egy képet, és abból a képből neked, meg itt a barátaidnak gondolom az esett le, hogy én a Rönével együtt vagyok. Miután itt nem kihallgatók, már csak ezt azért nem mondtam a kihallgatói sztorit, mert nincs itt senki, aki ott volt, mert Hozécska volt ott, meg akkor Tina, de most már elmondom azért is, ott mondtad, hogy kultatok a boászatba, a szőzsbe, egész pontosan így mondtad. Én nem mondtam ilyet. Persze, miközben fekvő támaszokat csináltál nekem a folyosó másik végén. Persze, hogy nem mondtad, persze. Pont ugyanúgy, mint hogy nem volt motos, meg az előbb nem hívtál fel, hogy EPS a fejemen, meg kóna, meg kőbe ezt vágva. Uh-huh. Ezt hallották a többiek is egyébként. Persze, fenn van itt a telefonom, van itt van a diktafonban benne. Nagy gyomozók vagytok mindannyian. Csak mondom. Nagyszerű. Szerintem... Priuszos népség, persze. Nincs szem Priuszom. Ezzel vissza lehet vágni, hogy Priuszos népség. Nincs szem Priuszom. Nekem sincs. Nekem sincs. Persze. Nincsen, keleszhetek le, akkor gyelünk. Mondjuk nekem volt. Mit vádaszkodsz akkor? Kelezd meg, gyelünk. Mi a neve? Baxtaló Hercules X-el. Ez aztán visszatudsz gratulálok hozzá. Mert ez lágalmazás amúgy. Az ember nem változhat meg, igaz? Ja. Ez lágalmazás amúgy, csak mondom. Nem keresem meg. Kelesse meg nyugodtan, mert ez lágalmazás, hogy azt mondja, hogy plusz az nem mondom, mi fog most történni. Connor elkerüli ezt a társaságot, a társaság meg elkerüli Connort. Én szeretnék, én szeretnék feljelentést tenni. Micsoda? Téged ide lágalmazászél. Mert megijálni kell ide, ne akarja, mert feljelentést. Csak én teszek. Jó, Connor, megkérlek, hogy te elfelejted a francián, a ticit, mindenkit. Nem keresed a kontaktot, nem hívogatod őket, nem zaklatod őket. Itt az urak nem keresik a Connort, nem beszélnek vele, nem jönnek ide nekem hisztizni, nem szeretem ezt a családi viszályt tovább hallgatni, felnőtt emberek vagyunk, úgy gondolom. Egyetértek nem. A banda egyik fele elmegy jobbra, a másik fele elmegy balra, békességben élünk, amíg meg nem halunk. Lendítszek. Jó, még éppen azt nem szeretnék semmelyik oldalról meghallani. Én eddig se panaszkodtam, csak mondom. Jó, én megértem, szóval kerüljék egymást. Szuper, köszönöm, hogy visszajöttetek. Akkor remélem, hogy ezzel pontot tettünk az ügy végére, mert... Neked kell pontot tenni, nem nekem, mert én csöndesen elvoltam mindenfel. Csak mondom. Jó, rendben, akkor megbeszéltük. Én toltanám magam a feljelentéshez. Istenem, mondtam, jó éjszakát. Mondtam, hogy ügyvédet keres, és akkor be tudsz őre megtenni. Szia, Mimi. Tudok neked, ügyvédet kell. Esetleg itt a kopaszulnak elkérhettem a nevét és a jelvény számát? Csak hogy az ügy folyamán, ha előkerülne, tanulnak. Na Istenem, menjünk már ki. Vladimir Szafanovics. Igen. Jelvény száma 5537, dandártábornok. Tessék. Csak még annyit szerettem volna mondani, hogy csak tudjad, hogy Franciának nagyon fontos vagy, nagyon kedvelt téged ő. És nem bírja a nyomást, ezt a nyomást nem bírja, de remélem már meg lett dumcizva. És jó kapcsolat lesz közöttetek, érted? Hát én azt hittem, hogy a múltkor megbeszéltük, de... De azóta is hívogatja Connor, fenyegeti ilyesmit, csak senki nem hisz neki. Jó, rendben, ha majd ilyen történik, akkor légy szíves, gyere, vagy szóljál, vagy gyertek be a rendőrségre, de nem jó? Fogunk bejönni, Löné, mert ide jó, járunk, mint hogyha valamit neki ingyen lenne, érted? És szerintem ezek után már... Már csak nem fogja az a Lati Connor, érted? Csak nem fogja köszögözködni, mert legközelebb van egy kis baltám, és belevágom kis fejébe. Ezt meg sem hallottam, mert én vágom szét a te fejed. Jó, csak közben mondta, hogy te cúnya, és köpködj ilyesmi. Jó, majd úgy leköplek, nem aggódj. Jó, lemek. Na, akkor... Jó, ha valami van, légy szíves, szóljál, jó? Megkérlek szépen. Hétvégén dunci, és... Néha jó. Legyen egy kis szép szabad Flanciának, Flanciához, mert ő nagyon kedvel téged. Ma is megkérdeztem, hogy van. Na, yes. Mi a kis veled mind neki? Majd mi a szájba váglak utána, szaladok. Csak mondom, hogy nagyon gyorsan futok, gyorsabban, mint te. Aha, igen. Jól van. Gyere, fogadjunk, 10 000 euró.
De ha persze, amikor a két sarok odébb vagy, hogy mindjárt futok, persze. Nem most, majd akkor futóverseny. Jó, rendben, oké, és puszillak. Én is, puci. Jó éjszakát, sziasztia. Nyalom a cöcöd. Hát te hülye. De szék. Elütöttem egy kis macskát. Ki a... ki a... adott... felhívom ma a fatelt, biztos megeszi. Mit csináljak le ilyet? Semmit, küldj a fatalomnak egy GPS, majd elmegyél, te úgyis megeszi. Jó van, ért. Cá. Hogy hívják azt a cajszit? Jó, Eszmálda. Nem, nem Eszmálda. Ez... Juanita, érted. Jó, puci, majd még tartsi ezt? Mikor, most érted? Nem lék. Nem szokála. Hó? A fingom szint. Vagy már mész aludni? Jó, lemeg, szíjetek, cá. Juanita, Juanita. Csá! Hé, cő! Pod délután kinek, micsoda? Mivel segítetek? Juanitát kell eszem. Hű, hát ő már nagyon-nagyon mélyen alszik. Kéne a bugyia. Hát... az... otthon van szerintem neki. Jó, nagyon fontos. Nagyon Jem. Fontos, azért fontos, mert pénzt szeretnék érte adni, és szeretnék vele beszélni, mert nagy szalba vagyok. De holnap. Korda délelőtt, de szerintem kora délután. Lehet, hogy itt lesz. Nekem, én szombaton élek le, szombat délután. Ír fel kérlek a számom, és küld el neki, hogy feltétlenül jön le, mert több ezer eurót adok. Jó. És segítségére van szükségem. Jó, akkor egy nevet kérnék. Tici. Ticiá. Igen, és a szám? Kalik 000. Igen. Olyan kötekedő szél 000. Hát ezt mondjuk nem nehéz megjegyezni. És mondta, hogy ő, szerintem nem mond még, hogy ő a bugyját szeretném. Jó, egy üzleti, üzleti? Több dologgal kapcsolatban. És szeretnénk egy tőennyőt tisztvenni hétvégén. Mi jó, mennyit? Előre láthatólag. Szerintem, már picikét, boci. Igen, te szék? Itt vagyok a ház előtt, érted? Jó, szietek. Na. Meddig váljak ilyen? Bár persze. Mert vagy? Intézem azokat a szalokat. Amúgy ilyen hétvégén, szalokat? Hogy tudjunk ejtőelni az ember. Na, puci, szietek. Ha ott bunker elvette a székemet, érted? Új, lagyom meg az a büdös szétkúszegű bunker. Büdös, ő éces. Na mindegy, jó. Szietek. Üzleti ajánlat nagyon fontos. Kélek, kélek szépen. Jó, oké, rendben. És akkor mennyi ejtőelnyőről lenne szó? Szerintem... Á, menni ennek a fele? Öt? Persze. Jó, oké, megoldjuk. És külön Juanitával szeretnénk beszélni. Mondd azt, hogy nagy Z, több ezer euró, és aprószágot kélek. Segítségét kélem. Jó, átadom neki. Jó, újazom a szegket. Ezt inkább ne. Ki a faszom vagy, te érted? Letusiztam. Jó, ti cíjeted. Mit csináltál? Letusiztam. Gátöltöztem. Mondja, Tici, mi van érted? Megkeresztem azt a céget, és mondtam, hogy Juanitával szeretnék dumcizni. Keresztem meg, megadtam a telci számot, és úgy mondtam el a telci számom, hogy 000. Tényleg, sokat feljöttél, ha jó Istennek. Ebbe mindez 8 óra hosszú iskola kellett? Hosszú fosz, nem állsz mellettem? De ügyes vagy, azt mondom, hogy ügyes vagy, érted. Na, nézd akkor... És mennyit mutatok? Addig nem jutottunk el mindig. A fingom szint. Ó, basszus. Na és a hétvégén menjünk ejtőelnyőzni, és piknikezni egy kicsit. Veszünk szendvicceket, és akkor hívjuk a szövezfatelom, lönét is. De tudunk szendvicset venni? Persze. Akkor szólni kell Igónak. Igónak is szólunk. És eljön a Juanita is, érted, gondolom, és ott el tudjuk kopni a bugyját. De Juanita nem az Igolnak az a másik cajszi, te keveled, ő nem olosz. Akinek kell a bugyja, nem olosz. Nem, akinek, az Igolnak a huga, a Natasa, ő olsz. De a Juanita a csaja az Igolnak.
Ó, a picába. Igolnak a szajjalnak el a fagyja. Persze, az ügyvéd csak érted. Olyan csúnyán beszétve, hogy az nem igaz. Ezt az hogy a falkamba szerezzük meg Igolnak a... De ott veszekedtek is, meg izélem. Hát, de nem Igolnak amúgy ilyaké. Elméletileg... Tudom, de, hogy elméletileg... Őket. Tudod, milyen ügyes de nem is a... Ú, ne. Inkább nem. De nem is az, de elméletileg volt valami hajcivő, hogy Juanita valami másik faszival kavart. Ú, gettik. Igen. Hát azért szomorkodott ott Igor. Nem fog maradni megint pénzem, Istenem. De minek pénz, érted? Az én ötletem nem jó. Itt a menergiát, hogy jól szabban aludjak. Az jó. De, és hogyha átbaszok munkát, van egy piros bugyi miatted. De nem baszhatjuk át, mert az életem múlik rajta normális, hogy meg kell szelezni. Nem áll, hogy egy kurva likót, azt a nagy gengszelt kicináltuk. Egy bugyit nem tudunk megszelezni, de Ninának kusz. Mimi, figyelj, de Mimi. Vannak meg kurva nagy balta, érted? Igen. És azt a... szétszopott falkadat le fogom vágni vele a elpufázott Miminek, mert most a Ninának, mert az most nem alól szól. De most komolyan, tehát ilyet nézel ki belőlem? Hát igen, mert a balátnője volt. Na figyeljetek, te a következő. És így megfenyegetsz? Na figyeljetek, te a következő. Érted, próbálkozom, igen. Szombaton elmegyünk piknikezni, érted? Addig még megtanulok pár gitár muzsikát, érted? Ott elkezdek gitározni, ott elkezdenek majd olvatni, valami homi zenét ott elkezdek gitározni. Mi lesz itt szombaton, gesz? Tiszta romantikus lesz. Elkezdenek ott táncikálni, érted? De most kicsoda? Te felkérd majd Juanitát, érted? És véletlenül arra táncoltok, amely Igor nem hátja. Mi van? Mimi oda megy, érted? És hátja a bugyját, és elszalad, érted? Ez jó ötlet? Szerintem nem. Miért? Szerintem kurva szaretlen. Mondjuk szoknya lesz rajta. Hát szólunk, hogy megjelenés kötelező szoknyába, érted? És akkor te is szoknyába leszel? A nőknek te szerencsétlen, meg neked. Istenem, mint a tércsőhoz vagy, érted? De van a férfi szoknya, látom el az öltözőbe. Igen. A skót szoknya. Na mindegy, érted? Mindegy, valahogy ott a pikniken megoldjuk. Elhopjuk a bugyját, és akkor bunker éged. Kapunk érte pénzt? Azt kapjuk celébe, hogy nem csinálnak ki. Ja, ja, egy ideig gondolom. De ezt úgy kell megcsinálni, hogy óvatosan kell csinálni ezeket a dolgokat, mert egy hónapon belül zsekáknak kell ennünk. Te normál, elől akartam beszélni, mert tudom már miért jöttem ide. Milyen szekon? Nem leszek lendül. Te normális vagy? De együtt járőzhetünk, érted? Most is együtt járőzünk, ember! Most nyitjuk meg a céget, te normális vagy! Cici, lehet, hogy megsütötte a nap a fejét. Kit érdekel az 50 ezer? Ó, az jó szok. És mert se Gigó, akkor történni fog valami ott az egész állomány, ennyit hallottam a beszélgetésből. Megmutatja a szegjukát mindenkinek? Mint valami hasonló. De én nem leszek lendül, ember, 50 ezer leuló érszem. Nem sokáig érted, egy hónapig érted. Mimit is leszopál, Dákút is van szép. És figyelj már, és hogyha egy hónapig elmegyünk rendőrnek, és annyira megtetszik, hogy maradunk mondjuk két hónapig érted, lehet, hogy öregapád mehet, ott tudsz ülni a tónon, érted, Vendibá mehet. Én leszalom Vendibát, itt utálom, mint a szalt. Utálom, mint a macska szalt, ami már megszállott nyálon. Utálom, érted? Az összes lendül, a löné egész szaládját kurvára nem szeretem. Ilyen kis, ilyen lönébe hiszik, nagy kaló van a szekébe. Amúgy tényleg, mondtam ma már neki amúgy, nem hogy laza... mióta rendő, azóta úgy meg van feszülve, érted? Meg van feszülve, kaló van a szekébe, az a Vendi bácinak is, mindenki másnak. Most mi legyen ez a Honoa? Kicsodával? Honoa, Hatyi Honoa. Laci Konol, Szemmi, meg lett duncizva. És most azért Lüni helyletette egy kicsit. Ha pedig nem változtat, akkor ellaboljuk. És Mimi meg megkulja. Belélvez a szegébe. És majd mikor pofázik, akkor annyit fogunk csak neki mondani, hogy kusszolj, mert volt már geszi a szekedbe. És mi van akkor, hogyha előtte hagyikonol csipőr túlódi teszik, akkor Miminek csipni fogja a falkát, érted? Az csak jobban izgat. Mi? Ja. Jézusom! Tessék, Mimi! Jézus!
Na, akkor az a... Akkor jön, ahogy te szoktad mondani, a protokoll, elaboljuk. Megelőszakul... A konolt, Lati konol. Ja, azt hittem Juanitát. Elaboljuk, megelőszakultatjuk is. Ez ennyi. Na, akkor szombaton talci? Hát, nem biztos, hogy érted. Ki kell hevelnem ezt a mai napot, érted? Lehet, hogy egy hétig nem találkozunk amúgy, érted? Megvárom, hogy egy kicsit nőjön a hajam, érted? Teszik! Vagy elmész Zsekának, mi? Mozdom, ciszok, hogy hétvégén talci, ejtőelnyőzés túla. És mi van, ha esünk az ejtőelnyővel? Nem fogunk elesni, mielőtt felveszünk és meg kell húzni csak egy kalt. Úgy meg fogunk halni. Persze, mint a helikopterbe. Persze, kalt meghúzni. Kiuglunk, meghúzunk egy kalt és a levegő nem visz. Persze, helikopterbe is. Húzd meg, faszja, húzd meg, a kötélengedő kal, ott van az FK, húzd meg. De az viccelődész. Hát kurva nagy vicc volt, kiestem a helikopterbe, még jó, hogy vízfőt voltunk, aztán nem haltam szörnyet. Na viccelődész. Maha vicces volt, na mindegy érted. Akkor szombaton talci. Lényeg, Juanita bugyját meg kell szerezni. Jó, nem meg. Szombaton. És mi van akkor, hogyha Juanita nincsen bugyi? Hát ellen nem is gondoltam. Hát akkor ma kitalálsz valamit, mélnök vagy. Jó. Mimi paci. Francia puci. Paci. Csá, Mimus, érted. Szia. Te még maradsz, Mimus? Tici már nem itt lakik. De. Ellakom a kocit. Amúgy ma adhat. Now I was born in the gutter, facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, so who am I to try to warn them? I'm a fucking bomb, I'm the niggas fly.